Sziasztok! A mai napon egy számomra nagyon különleges alkalom jött létre, ugyanis megpróbálom röviden elmondani, hogy ez hogy volt. Nem fog sikerülni. Úgy volt, hogy egy pár hónappal ezelőtt a párom azt mondta, hogy figyelj, találtam egy tök jó podcastet, hallgass meg, neked ez tetszeni fog. És mivel én hallgatok a nőkre és a páromra különösen, ezért én ezt megtettem. És azonnal meghallgattam 4-5-6 adást ebből a műsorból, mert tényleg annyira tetszett. És ennek több oka is van. Egyrészt az, hogy nagyon közvetlen és nagyon baráti beszélgetéseket hallhatunk. Olyan témákról, amik szerintem nagyon fontosak, és többet kellene róluk beszélni, ráadásul úgy, ahogy a Nem azért, de podcastben Eszter és Eszter, vagy Eszter és Eszti erről beszélnek. És az ő műsoruk nem csak ezért különleges, hanem azért is, mert a földbolygón egymástól két meglehetősen messze található lokáción élnek állandó jelleggel, és ezért ugye a felvétel az nem olyan evidens, mint mondjuk a mi számunkra. Bár mostanában a mi számunkra sem az. Viszont ugye ebből adódóan nekem ez tök érdekes volt, hogy itt van két fiatal kolléga, akik fantasztikusan értelmes módon, humorosan beszélgetnek mélyre ásva témákba, és tulajdonképpen ugyanazt csinálják, amit mi itt Robival, Barnával és Attilával. A független médiába gyártanak tartalmat, hogyha lehet ezt a szót használni egyáltalán, de majd úgy is megtanulja Magyarország is, hogy mi az a következő években. És szabadon választják ki a gondolataikat és a véleményeiket, és ezt szerencsére van lehetőségük elétek a hallgatók és a nézők elé tárni. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy milyen tök jó lenne már, hogyha egyszer így összekerülnénk ezen a helyen, amikor mindenki pont itt van kis hazánkban, és akkor tudnánk egyet dumálni, és képzeljétek el, hogy ez az alkalom most nagy nehezen összejött, úgyhogy szeretettel köszöntjük itt a Kaptafában Sólyom Esztert és Csorba Esztert, Esztert és Esztit, vagy... Fordítva. Bocsánat, oké, megtanulom a végére. Sziasztok! Köszi szépen, hogy itt vagytok. Ciao, sziasztok. És köszönjük a meghívást. És Pacsi a párodnak, hogy ajánlom. Pacsi, ugye? Igen. Nagyon sajnálom, hogy nem lehet itt egyébként, most dolgozik, de ettől függetlenül majd úgy is meghallja, hogy mikről beszélgetünk itt. Most megengeditek, hogy mivel alig beszéltem még ebben az adásban, folytassam? Nyugodtan, monologizálni lehetünk. Jó. Is. Eszter hozzá van szokva. Mellette, igen. Jó az a kémia, de hát erről úgyis majd most, erre akarok rátérni egyébként, tehát a műsorra, mint olyan. Nektek hogy jött ez, hogy podcastet csináljatok, és miért pont a podcast formátum az, amit választottatok? Elkezdem. Ez úgy volt, hogy mi Eszterrel nagyon jó barátok lettünk az egyetemen. Ugyan egymáshoz nagyon közel jártunk gimnáziumban, mind a ketten Veszprém környékén, de Skóciáig kellett mennünk, hogy találkozzunk, és ott lettünk tök jó barátnők. És nem tudom, hogy nektek ez mennyire ismerős élmény, de nekünk állandóan visszatérő beszélgetésünk voltak, hogy kéne valamit csinálni együtt, valami bizniszt, vagy valami, nem tudom, valamit, akármit, és soha nem lett ebből semmi. Aztán, mire én befejeztem az egyetemet, és Covid közepe volt, és kitaláltam, hogy hazaköltözöm, akkor így jött ez a valóság, hogy úristen, mi nem sokára már nem leszünk egy városban, és még mindig nem csináltunk semmit, és akkor egyszer így véletlenszerűen elkezdtük összeírni, hogy mennyi ilyen közös témánk van, amiről kéne beszélgetnünk, és tök jó lenne, és igazándiból a podcast az úgy lett a mi formátumunk, hogy viszonylag alacsony belépési küszöbbel, hiszen mi csak hangot veszünk fel, nem videót, tehát alacsony belépési küszöbbel tudtunk valamit elkezdeni csinálni, ami apropót adott arra, hogy mi két hetente mindenképp beszéljünk egymással, és ez a barátság ez így fennmaradjon. És nem tudom, akkoriban nagyon, tehát a Covid alatt nagyon trendi volt a podcast, mindenki meg az anyja is podcastet csinált, és így mi egy lettünk a sok közül, és szerencsére ez azóta is megy, most már több mint 2 éve. Igen. Neked szerintem a podcast egy elég introvertált műfaj, és mi mindketten azért kicsit visszahúzódóbbak vagyunk. Igen. Én kifejezetten nem szeretek ezt a videós formátumot, legalábbis így nézni, igen, de hogyha már én szereplek benne, az nekem nagyon nagy ilyen szociális szorongást okoz, és a podcast meg olyan, hogy így behoz a mikrofon mögé, tök mindegy, hogy nézel ki, hogyha hülyeséget beszélünk, akkor is meg tudod szerkeszteni, ki tudod vágni. Mi előfordul, hogy hülyeséget beszéltek? Oh.
Hát vannak baki parádéink. Akkor nagyon sok munkám lesz itt vágni a mai műsor után. Hát. Hogy kerültetek ti Skóciába? Mi az, hogy Veszprémből mind a ketten ugyanoda mentek egyetemre? Ez mit tanultatok és mit csináltatok ott? Én pszichológiát tanultam, és hát nem tudom, valójában nekem ez a külföldi továbbtanulás mindig is egy ilyen cél, vagy egy ilyen szempont volt. Én először Dániába szerettem volna menni, de aztán biztonságosabbnak éreztem, hogy olyan országba menni, angol az anyanyelv, mert akkor én nem beszéltem dánul valahogy, mondjuk most sem. És hát ott Skóciában ingyenes volt a továbbtanulás, az Egyesült Királyságon belül talán az egyetlen hely, ami szintén nekem szempont volt, hogy azért oda tudjak menni, ne kelljen fizetni az oktatásomért, de mondjuk meg tudjak élni ott, mint diákmunkás, ami így is lett. És akkor én fogtam a kis bőrönömet, és kiköltöztem. És akkor mennyi időn keresztül voltatok kint? Négy évet? Négy éves volt az egyetem. Aberdeenben. Ott nem jártam. Kicsit éjszakabbra van. Jó, de most te Barcelonában élsz. Én most Barcelonában élek. Egy világpolgárral van dolgunk. Köszönöm. Kozmopolita, ugye? Így mondják, nem magyarul. Igen, így mondják. Hát a skóciai négy év után kellett egy kis klímaváltás. Klímaváltozás. Megkapod. Sokat esik. És akkor én így úgy döntöttem, hogy akkor északról leköltözöm délre. Uh-huh. Kellett a napsütés, meg én ott csináltam a mesterképzésemet. Oh yeah. Tehát az iskola véget mentél. Igen, elsősorban. Azért, mert az olyan jól hangzik, hogy az ember azt mondja, hogy na jó, hát akkor én leköltözöm délre, mert nekem mindig nagyon furcsa az, hogyha valaki fogja magát, és akkor azt mondja, hogy na, én innét áttelepülök valahova máshova, Skóciából, Barcelonába. Én nagyon mennék Barcelonába, a világ egyik legjobb városa szerintem. Bár nem voltam mindegyik városban, persze, de azért Barcelona marha jó hely. Hát lehet jönni látogatni. Megyek is, nem sokára. Igen. Kis promó. Nem, azt majd később. Hogyan döntöttétek el, hogy egyáltalán mit akar ez a podcast? Milyen témákat választotok? Ez a podcast, ez nem akart semmit. Tehát, hogyha valaki vállalkozást szeretne indítani, akkor mindig az a jó tanács, hogy tud, hogy mit akarsz elérni, milyen célközönségnek, stb. Nekünk semmilyen nem volt, nekünk közléskényszerünk volt. Illetve egy olyan élményünk, hogy ilyen kocsmaasztali beszélgetéseknél, meg baráti kis berugásoknál rendszeresen előjött ilyen politikai téma, ilyen vita téma, és így mások ránk szóltak, hogy most ne roncsátok itt a hangulatot, most nem politizálni kell a barátokkal, mi meg azt mondtuk, hogy de mi szeretnénk politizálni, és nem pártpolitikai értelemben, hanem mindenféle társadalmi kérdést megvitatni, és akkor gondoltuk, hogy lehet a podcast a mi kis kocsmaasztali baráti politizálásunk, aztán az, hogy hallgatják, az meg egy kellemes meglepetés. Szoktatok-e, bátorkodtok-e belemenni aktuál politikai témákban mélyebben? Szerintem a podcastban magyar politikáról mi nem nagyon. Hát így konkrétumokban nem, azért egy-egy csípősebb megjegyzésünk mindig van. Oktatás résznél talán, vagy ilyesmiket, vagy hát igen, a mentális egészség azért még Magyarországon nem a fő szempont, vagy ilyesmik. De hogy így konkrétan így a podcastban nem, szélesebb politikai témákban inkább. Csináltunk egy adást például a politikai apátiáról, és ott is arról beszéltünk, hogy fontos részt venni a politikában magánemberként, fontos elmenni szavazni. Nem akartuk megmondani senkinek, hogy kire szavazzon, hanem az, hogyha elmegy valaki szavazni, és meghoz egy saját döntését, az már egy tök fontos cél, és egy tök jó dolog, attól függetlenül, hogy egyetérte velem vagy sem. Nyilván, aki hallgat minket, átjön a mi véleményünk, ezt nem tudjuk kivonni belőle, és nem is akarjuk, és nem is szerepünk, hogy objektívek legyünk, de nem akarunk meggyőzni, és nem akarunk pártok mellett beszélni, inkább csak azt, hogy foglalkozzunk ezekkel a témákkal. Én egyébként ebben látom a podcast műfajnak, vagy nem tudom, minek hívják ezt, az egyik legnagyobb erejét. Szerintem ez az egyik legfontosabb attribútum, hogy az ember tud benne beszélgetni oly módon, olyan dolgokról, amik egyébként az egyéb média platformokon, különösen a televízióról, meg a rádióra gondolok itt elsősorban, mert azért hál' Istennek az újságírásban vannak olyan médiumok, meg olyan írók, újságírók, riporterek, akik felvállalják a szabad gondolkozást, de mondjuk a mainstream médiára ez nem annyira jellemző, és szerintem a podcast ez egy tök jó módszer arra, hogy mégis ezt a fajta megközelítést, amiről ti most beszéltek, és legyen az bármivel kapcsolatos, politikával. Egyébként ugye arra különösen ráfér az, hogy valahogy az embereket stimuláld annak érdekében, hogy egy kicsit próbáljanak meg önálló gondolatokat előállítani magukban, és szerintem
Én úgy gondolom, hogy ez kéne, hogy legyen a független média szerepe. És azért szajkózom állandóan ezt a kifejezést, amit szerintem ma még Magyarországon elég nehezen tudunk bárhova is kötni, mert hogy itt ez még nem egy olyan definiált dolog, mint mondjuk Amerikában, vagy más helyeken, ahol egyébként ugye például a podcast műfaj, mint minden más is, ilyen 10 éves lépéselőnyben van, tehát ott már látjuk kirajzolódni, sőt, már látjuk azt, hogy mit jelent az, amikor van független média, és mit jelent az, amikor egyébként ebből tényleg tudsz egy bizniszt csinálni, tehát hogy ugyanolyan legitim megélhetési, egy munka lehet podcastet csinálni, akár többek között, mint hogyha nem tudom, autószerelő műhelyed van, vagy akármi. És szerintem nem lenne rossz sem azoknak, akik tartalmat gyártanak, sem azoknak, akik pedig igazából rászorulnak ennek a tartalmak az elfogyasztására, hogy a független média az nagyobb teret kapjon ebben az országban. És azt gondolom, hogy ez be fog következni, ez szerintem egy természetes folyamata a jelenlegi civilizációs görbének. Nektek tervetek az, hogy a podcasttal odáig eljussatok, hogy ezt megélhetési módon üzzétek? Persze, hát kinek nem lenne az. Szerintem ez jelenleg inkább ilyen vágyálom. Igen. Tehát én nem akarom adni a főállásom, hogy ezt csináljam, és nem tudom, hogy Magyarországon ez egyáltalán lehetséges-e. Nyilván nekünk ez most egy költséges hobbi, ami tök jó lenne, hogyha kicsit kevésbé költséges hobbi lenne. Ezzel mi is így vagyunk. Igen, de én azt nem tudom, hogy mennyire tartom reálisnak, hogy ez egy megélhetés legyen, úgy, mint ahogy mondjuk Amerikában az. Látok tök jó példákat, azt mondtátok, hogy lehet mondani mindenfélét. Bármi. Ott van például a Partizán, ott van a fókuszcsoport, jól van, ez így őket szoktam nézni. Nekik van már nem is hirdetésekből, hanem támogatókból olyan bevételük, hogy ez egy vállalkozásként működhessen. Igen. Ez szerintem tök jó példa, hogy Magyarországon is van ilyen, és talán a magyar tartalomfogyasztók is kezdik azt elfogadni, hogy lehet pénzt adni egy jó tartalomért. Igen. Nekünk nem tudom, talán ez hosszú távon egy cél, vagy egy vágy, most még azért nem tartunk ott. És amúgy mi az a munka, amit nem szeretnél ott hagyni a podcastezésért? Én a minnár.hu üzleti média oldalnál dolgozom, és vállalkozásfejlesztéssel foglalkozunk. Nincs egy ilyen jól behatárolt pozícióm, amit el tudnék itt mondani. Online kurzusokat készítünk, cikkeket készítünk, mindenféle tartalmat készítünk vállalkozóknak, szabadúszóknak, magyar KKV-knak. És te mit csinálsz Barcelonában most így megélhetés gyanánt? Hát én most HR-esként dolgozom. Én októberben fejeztem be a mesterképzésemet, kognitív pszichológia szakon, aztán úgy döntöttem, hogy ez nekem mégsem annyira tetszik, most így 5 évet tanultam. Bob, mi nem tetszik benne? Yep. Nem tudom, valahogy nem. A HR-es munka az jobb. Nem. Hát ez most egy ilyen átmeneti időszak. Úgy éreztem, hogy kicsit kiégtem a tanulásban, nem nagyon éreztem ezt így magaménak, és úgy gondoltam, hogy most adok magamnak egy évet, hogy dolgozom, pénzt keresek, kitalálom közben, hogy mi történik, nem sietek sehova, nem hajt a tatár, hogy akkor én most PhD-zzak, és ilyen terapeuta, meg olyan terapeuta legyek, ha nem akarok. Úgyhogy én kisebb szakmaváltásokon gondolkozom, és közben meg pénzt is keresek. De akkor te most faszán parlando espanyol, vagy? Hablando. Szólom fogva. Parlando az egy zenei kifejezés tényleg. Meg ráadásul az olaszból ered. Az olasz, igen. Na. Nem baj. De megértetted, nem? Meg. Nagyon hasonló, igen. De hunglis helyett már olasz, spanyol keveréken. Éppként kérlek, ne fogjátok vissza a hunglist, mert mi nem rendszeresen szoktunk, kapjuk nem az ívet, szoktunk, hogy ezt az adást magyar ember is megnézheti. Az anyanyelvünkön szólaljunk meg. Please. Hunglish. Okay. Szoktuk rendesen, szoktuk szerintem. Most már van ilyen disclaimer az adás elején. Ezt rövettem, igen. Ha tartottam, hát igen, úgyhogy én most ilyen kis laza vágányom vagyok, majd haladok az árral, történik, ami történik. Én, hogyha HR-es lennék, akkor a Barcelona futballcsapatának lennék a HR-ese, és szeretném a játékosokat a csapathoz. Az egy bárcsak. Jó HR-es meló. Bárcsak. Hát, hogyha 100%-ért dolgozol, kifejezetten. Á, de most a Barca nem játszik jól, szóval nekik... Te ehhez értesz? Hát, ma már Barcelonában lakom, akkor valamennyit kapizsgálni kell hozzá. De nem játszik jól, sőt, borzalmasan szarul játszik, de most nyerte meg a 27. bajnoki címét. Nem voltál otthon? Nem voltam otthon. Olyan utcabá volt most, hogy eszed. Ment. Nem játszott jól az utóbbi 3/4 évben pedig. Tehát nem voltak jók a meccsek. 4 évben nem játszott jól.
nem tudom, sétálunk egy. Én úgy 3/4 éve követem ezt szerintem. A történetet. De figyeljetek, most őszintén, ígyatok, egészségetekre. Azt azért el kell mondani, hogy szerintem, hogyha valaki Barcelonában él, a Barcelona futballcsapatának a működése az egy megkerülhetetlen tényező, nem? Tehát ott nincs olyan, hogy egyszerűen nem figyelsz föl rá. Hát tele van minden, ahol ott van, tehát az arcodba tolják. Itt mindenki barszás. Most se tudják, hogy te barszás nem, vagy, nem? Milános. De a Milánosban ugyanez a helyzet. Egyébként igen, szóval még egyetlen egy alkalommal futballról nem volt szó. Talán... És mi kellett hozzá? Nem, csak egyszer csináltunk egy egész adást egy futballistával, de amúgy tényleg nem volt. Ja, az igaz, de az nem volt talán 50-valahánynak a részese, tök mindegy. De akkor sem arról volt szó, hogy futball, de egyébként a Barcelona esetében megkerülhetetlen téma. Én csak humorból voltam egyébként, semmi ellenérzetem nincs. Egyszerűen rendkívül unalmas szerintem. Én most lőjem el ezt a poénomat, hogy én férfi focit azt nem nézek. A Barcelonának a női csapata sokkal-sokkal jobban játszik, olcsóbbak is rá a jegyek a Camp Nou stadionban. Teltház, 98 ezer ember, igen, női focin. Valami rekordszámú néző volt, nem olyan rég, és nagyon jók. Figyeljetek, a női futban nagyon fölfele íbeli tendencián van. Még a hétvégén rendezték Angliában, a Wembley-ben a női angol kupa döntött, tehát hát volt 90 ezer ember. A Lionesseket most nagyon imádják. Igen. Update me. Miről beszéltek? Nem tudok semmit egyébként. Tehát, hogy szoktam ezzel viccelődni, hogy mindig a foci, meg a női foci, akkor én elkezdem férfi focinak hívni, de ez eddig megy el, tehát hogy nem értek a női focihoz. Köszönöm, hogy elmagyaráztad, mert nekem ez most esett le. Jó, köszönöm akkor szépen. Térjünk vissza rátok, mégpedig, hogyha már itt tartunk, az emancipációs folyamatokról, meg ezekről folyamatosan beszéltek, és most te ezzel a futballal és a férfi foci és a női foci megkülönböztetésével... Kihúztad ezt a dugót. Beletenyereltem. Szerintem, figyú, mi lenne, hogyha azzal kezdenénk, hogy beszéljük meg azt, hogy szerintünk mi a feminizmus egyébként? Mert én úgy gondolom, hogy ez egy sokat durrogtatott szó, de kurvára nem tudjuk, hogy mit jelent. Hát akkor szerinted mi a feminizmus? Hú, a legegyszerűbb visszakérdezni mindig. Ugye? Az a legjobb. Egyébként kicsit féltem tőle, hogy ez lesz, de megérdem. Szerintem a feminizmus az... Nem egyéb. Megmondom, nem néz semmi Wikipédiát, vagy ilyesmélet. Tudjátok, hogy mit nézek, ilyen sávokat, hogy még mennek-e ez a hangok. Szóval szerintem a feminizmus az, hogy miért hívják így, azt nem tudom, de én azt gondolom, hogy az egyenlőség, és bármiről legyen is szó, tehát bármilyen nemű, fajtájú elnyomás ellen való küzdelem, illetve az annak a fennállására való felhívásnak az incentívája, szerintem. Jó hangzik. Egyet értesz? Én sem tudom, mi az a feminizmus. Tehát, hogy szerintem mára olyanokról annyira... Olyanokról beszélünk, amiről nem tudjuk, hogy mi hát, az? Beszéljünk valamiről, hát fejtsük meg. Annyira egy szerte ágazó és nagyon-nagyon széles körű tudomány, tehát társadalomtudomány ágról és jogvédő mozgalomról van szó, hogy szerintem nem lehet ezt így egy mondatba megfogalmazni. Nekem ez valahol egy olyan törekvést jelent, ami a nemek egyenlőségét tűzte ki céljául, de nagyon sokan sokféleképpen képzelik ezt el. És ezért van egy kismillió ágazata például a feminizmusnak. Lehet a feminizmust, mondjuk fehér feminizmust kritizálni, hogy nem eléggé metszett szemléletű, stb. Tehát, hogy szerintem a feminizmusról beszélni, az egy kicsit ilyen leegyszerűsítése egy nagyon komplex valóságnak. És ezzel megkerültem a kérdést. Igen. Így van. Nagyon, tuxedo. De ezzel nem szabad megelégedni. Eszter? Én egyetértek kolléganőmmel, találtam. Erre én addig szeretnék inni egyet. Igen. Nekem ez egy kicsit olyan kérdés, mintha megkérdezi valaki, hogy ja, és mi az a vallás? Tehát ez is hasonló, ahogy Eszter mondta, hogy rengeteg ága van, mindenki másod gyakorolja, mindenki azt hiszi, hogy az övé, amit ő gyakorol, az a legjobb, és az viszi előre a mozgalmat, és attól lesz jobb a világ. Miért nem így van? Hát nem feltétlenül.
Szerintem a feminizmusnak is sokféle része létezik. Most egy kis promó nekünk. Nekünk volt erről egy epizódunk, ahol a toxikus feminizmusról beszélünk. Ez egy nagyon fontos epizód szerintem. Tehát a feminizmus az ilyen becsalogató epizód. Igen. Komolyan? Hát úgy tűnik, mint a kritizálnánk, aztán lehet, hogy mégsem. Hát azért valamennyire, de... Tehát nyilván van, ennek is van egy ilyen toxikus, meg negatív része, mint mindennek. Tehát ez egy, igen, ahogy ezt is mondta, leegyszerűsítjük a kérdést. Szerintem ez egy tök fontos dolog. Ezzel. Egyébként ez egy olyan dolog, amit most mondtál, hogy, hogy valaminek, mindennek van egy negatív tartománya, meg egy pozitív is, és szerintem ez is egy olyan evidens dolog, amit így tökre elfelejtünk mindig, mindennel kapcsolatban. És ez borzasztó. De tehát, hogy most, hogy nagyon közhelyes legyek a dolgok, nagyon ritkán feketék vagy fehérek, és ugyanúgy, ez ugyanígy van a feminizmussal, vagy szerintem tök jó példa volt ez, hogy a vallás. Vagy hogyha azt mondod, hogy az ellenzék, tehát az is egy nagyon széles dolog. Szerintetek mi jelenleg Magyarországon, illetve globálisan a legnagyobb probléma így a nemek kérdésével kapcsolatban, ha van ilyen? Ezt át kell gondolnom. Nehéz kérdés. Hát szerintem Magyarországon ez a propaganda, hogy szüljetek, nők, konyhába valók vagytok. Aha. Ez kicsit így visszatesz minket a, nem is tudom, 60-es, 50-es évekbe, tehát így kicsit degradálja a mindennapi szerepünket, hiszen hogyha valaki, nem tudom, hirtelen anyává válik, akkor az lesz a fő célja, akkor engedje el az összes, mit tudom, karrierista álmát, vagy hasonlók. És külföldön például, most egy ilyen kozmopolita vagyok, ahogy fogalmaztatok, például Spanyolországban én úgy látom, hogy egyre többen választatják azt, hogy ők nem szeretnének gyereket, ez egy teljesen normális dolog, senki nem így pusolja rá, hogy akkor szüljél, hanem ott már a, nem tudom, a kisállatok az új gyerekek, a növények meg az új kisállatok. És egyébként erről is van egy epizódotok, ugye? Igen, a tudatosan gyermektelenekről. Igen, szerintem ez is fontos kérdés. Nagyon nehéz példát mondani, mert most mi a legnagyobb problémája a nemi egyenlőség, tehát a nemek közötti egyenlőségnek, most mi a legnagyobb probléma a rasszizmusban, mi a legnagyobb probléma a homofóbiában, erre nagyon nehéz egy valamit kiemelni, mert az van, hogy milyen, semminek nem vagyunk a szakértő, hogy mi minden témánknak utána nézünk, és így nagyon nehéz most így improvizálni, de van egy ilyen, úgy hívják azt hiszem, hogy az elnyomásnak a piramise, vagy valamilyen nagyon szép ábra, ami összefoglalja, hogy mik az ilyen nagyon hétköznapi, mondjuk hétköznapi szexista dolgok, vagy hétköznapi rasszista dolgok, és egészen, ami odáig megy, hogy mondjuk nyílt erőszak, nőgyilkosság, stb. Ilyesmi. Hogyan megy az elfogadható hétköznapi dolgoktól az életveszélyesig mondjuk a nőgyűlölet. És nem tudok egy valamit kiemelni, mert ezek mind egymásra építkeznek. Az, hogy van egy mondjuk egy szalonszexista kis poén a munkahelyen. Az nem megengedhető? Mert szeretnél volna elsütni léhányat? Nem tudom, hogy megengedhető, de ezek mind összeadódnak, és mondjuk elvezetnek ahhoz, hogy mondjuk törvényileg mondjuk egy abortusz hozzáférése limitálva legyen, és ez hozzávezet ahhoz, hogy mondjuk valaki megverje a feleségét, mert nem tudom, nem szült fiút, vagy mindent. Most hülyeségeket mondok nyilván. De én előhozom. Tehát, hogy ezek mind egymásra építkeznek, és ami azt mondjuk, hogy elfogadható és kis probléma, az mind hozzájárul ahhoz, ami nagy probléma. Úgyhogy én nagyon szeretném megkerülni ezt a kérdést, és én nem tudok egy valamit kiemelni, ami a globálisan a legnagyobb probléma a nemek egyenlőségének a Az, hogy én egy ilyen szalon szexista megjegyzést a munkahelyeden megejtek, azzal én hogyan járulok hozzá ahhoz, hogy a probléma az így összeadódjék, és ebből egy súlyos gond alakuljon ki a társadalmunkban. Mondjuk te nem gondolod, hogy ezt nem gondolod komolyan, te poénkodsz, de nem tudod, hogy ki hallja. Nem tudod, hogy aki hallja, azután hogyan megy haza, és hogyan viszonyul az ő párjához. Hogyha te viccelődsz az asszonyverőkön, mondjuk, akkor az lehet, hogy az valaki... Az nem szalon szexista megjegyzés, ne haragudj. Akkor tisztázzuk, akkor mi szerinted, ami belefér? Figyelj, hogyha szembe jössz velem, és azt mondom, hogy nagyon szép a mai blúzod, és kifejezetten csinos vagy, az egyesek számára már túlzó, amikor belépek az aurádba, és akkor... Hogy szerintem...
Nem, ezt hangosan kell mostantól mondani. Ugye, kaphatok még egy fröccsöt. Köszönöm szépen. Igen, az alkoholista feministák itt rendelnek. Hangosan mond, vagy halkan mondom. Én egyébként én nagyon híve vagyok az emancipációnak, főleg, hogyha így isztok. Úgy, ahogy mi. Ez szalon szexista megjegyzés. Nem, ez egyáltalán. Én nem gondolnám, hogy ez... Tehát ez engem érdekel ez a téma. Mit szabad, meg mit nem? Meddig, hol van az a határ, ami már bántó és túlzó és bizonyos környezetben nem megengedhető? Hát szerintem az attól is függ, hogy ki mennyire szokott hozzá, mert mondjuk Magyarországon valószínűleg később tűnik fel, tehát magasabb az inger küszöbünk egy ilyesmire. Kíváncsi vagyok, hogy te neked mit tapasztalsz Barcelonában? Ahol aztán az egy, szerintem egy eléggé nyitott és... Köszönöm szépen. De közben meg egy nagyon katolikus ország, ha úgy nézzük. Nem? Tévedek? Katolikus. Van egy csomó vallásos ünnepük, ahol rohadt sokat buliznak. Ez egy jó kifogás arra, hogy jaj, mi a szenteket. De valójában azért annyira nem az idősebb korosztály. Igen, a fiatalok amúgy nem. Én személyes tapasztalatom nincs szexizmussal egyáltalán. Sem a munkahelyemen, sem így nagyon máshol. Az az igazság Barcelonában. Szerintem, bocsánat, hogy a kérdésedre válaszoljak, vagy reagáljak valamit. Én nem gondolom, hogy a legtöbb ilyen dolog az rossz indulatú, és nem gondolom, hogy rossz dolog lenne egy-egy poént elsütni, vagy a munkahelyen egy ötletet bedobni. Nyilván csináld, hogyha valaki jelzi, hogy ez neki bántó, akkor ne kérdőjelezd meg. Szerintem ez egy jó aranyszabály, hogy tiszteletbe tartsuk a másikat. Amúgy meg nincsenek válaszaim, meg nem értek ehhez a témához. Én csak azt gondolom, hogy... De az érzéseidről tudsz beszélni. Igen, hogy ha mondjuk én jelzem, hogy valami nekem bántó, akkor azt legyenek már szívesek elfogadni az emberek. Attól függ, hogy nő vagyok-e, vagy most egy meleg kérdésről van szó, vagy bármi másról. Én azt hiszem, hogy engem ebben a kérdésben leginkább az szokott zavarni, hogy akkor magamból indulok ki. Én egészen kisgyerekkorom óta igyekszem, és ez nem csak nőkre igaz, idősekre, férfiakra egyaránt, kedves lenni, bókolni. Van, amikor elhagyja a számot olyan, ami már egy kicsit szexistának hathat, de kifejezetten nem bántásból, vagy nem, egyáltalán nem gondolom, hogy az bántólag hathat, sőt, kifejezetten a másiknak a jó érzést kell. Szerintem egy szépen megfogalmazott dicséret, egy jól megfogalmazott bók, az jóvá tudja tenni a másiknak a napját. Ez abszolút így van. Megfogalmazás és kérdése. És ehhez képest, meg nagyon sokszor ezek a folyamatok eljutatnak bennünket oda, hogy meggondoljuk, hogy egy-egy ilyen bókot egyáltalán kimerjünk-e mondani. Ez is igaz. Jó, akkor igen. Én vagyok a másik oldal, és most megint én leszek a dühös feminista, annyira jó, mindig helyes, mindenhol nyomjad, ez az én szerepem. Ez kell, hogy történjen. Én itt állok mögötted, Eszter, lelkesen. Velem is előfordul, azt mondják, hogy de jól nézel ki. Jaj, levágattad a hajad. Ki vagy sminkálva, de szép a sminked. Nincsen a mögött semmi rossz érzés, nem sértődöm meg rajta. Nem érzem azt, hogy fú, most le vagyok itt alacsonyítva nőként. Ugyanakkor tök jó lenne, ha valahol nem a megjelenésem lenne a központban. Tök jó lenne, hogyha azt dicsérnék meg, hogy de jó ötleteket hozok az asztalhoz. Hogy de jó, milyen kreatív agyam van, vagy bármi más. Az, hogy te kiemeled valakinek a kinézetét, az lehet nagyon kedves, és lehet, hogy teljesen nem a kontextushoz illő, és akár nem is várt dolog. Például én nem szeretem, hogyha a munkahelyemen megjegyzik, hogy nézek ki. Akár pozitív értelemben. Nem, negatívat soha nem hallottam, tehát szeretném leszögezni, nem szól be nekem senki. Nye, önreklám. De nem akarok reggel, amikor felöltözök, akkor azon gondolkodni, hogy most megjegyzik-e, hogy jaj, ma milyen csinos vagy ebben a szoknyában, nem akarom, hogy ez téma legyen. És az én vagyok, lehet, hogy valaki meg igen örül neki, úgyhogy szerintem nyugodtan bókolj, nyugodtan érezzék jól magukat a kollégáid, és hogyha valakinek úgy érzed, hogy nem szívből jövő az öröm meg a mosoly az arcán, akkor vele ne csináld. Körülbelül ennyi. Viszont értem, abszolút, de azt is meg kell lássuk, vagy azt is látni kell, hogy én például úgy vagyok ezzel, hogy ha nem
külsőségeket dicsérek, hanem az, hogy milyen jól végezted a munkát, azt is kifejezetten meg tudom dicsérni. Mert szerintem az is szuper, hozzájár. Szuper, akkor veled semmi gond, hát, neked ezt nem kell stresszelni. Feminista, approved. Én azt oda akartam kiukadni, hogy én tudom jól, hogy maga, velem semmi baj nincsen, meg ezzel a viselkedésemmel semmi baj nincsen. Akkor miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy engem el akarnak tiporni, hogy én ne legyek, ne mondhassam, ne dicsérhessek, és én érezzem rosszul magam azért, mert én egy de olyan ki vagyok. Ki akar téged eltiporni? A feminista. Nem, szerintem nem. Hanem a toxikus ember akar téged eltiporni, és szerintem itt, tehát ezért fontos különbséget tenni, hogy minden olyan kezdeményezésben, meg elgondolásban, ami amúgy alapból tök jó. Szerintem nem tudnék most hirtelen olyat mondani, amit ne lehetne, vagy ne történt volna még vele az, hogy kifacsarják olyan szinten, meg olyan szinten radikalizálják, hogy az már káros. És egyébként tökre tudok ahhoz viszonyulni, amit mondtál az előbb, hogy ne arról legyen szó, hogy most akkor faszal sminkem, vagy a blúzom, meg milyenek, hanem hogy esetleg már azt is megdicséretett akkor ennyi erővel, hogy nem tudom, tökül végzem a melómat. Bocs, éppen ma láttam egy olyan képet, pontosabban kettőt egymás mellé rakva, hogy időjárás jelentés Franciaországban, és egy idős hölgy, aki egy ilyen nem túl csinos, vagy nem túl formás, és mellé van rakva, hogy mit tudom én, Kolumbiában, vagy Olaszországban, aha, meg egy ilyen megműtött, ilyen seggű, ekkora mellű, playboy modell. És akkor hogy hívják? De hát kávé, igen. És akkor mellé, egymás mellé van téve, hogy basszus, az egyik ország ilyen, a másik olyan. Na hát ez, pontosan amiről beszéltél, ez kifejezetten rosszul esett nekem. Mm-hmm. Tehát én nem vagyok francia, meg én leszarom, hogy néz ki az a néni. De hát az összességében ez olyan buta hozzáállás. Ez hülyeség. Jó, de most csak megpróbálom befejezni, amit elkezdtem. Kurva hosszú lesz. De az a lényeg, hogy például egyébként azt, amit te elmondtál, én jó, ugyan ilyen szekunder szinten, de elég közvetlenül tapasztalom abban a folyamatban, amit például a párom csinál, ő zenész, és ő csinál ilyen kis videókat, amiket megoszt TikTokon, és kurva sokan nézik, mert ő magyar népzenét játszik gyakorlatilag citerán, meg énekel, és ugye mivel egy fantasztikusan különleges és szép lány, nagyon hihetetlen aranyosan nézi, de amúgy is, csak hogyha, ha meglátod a videót, akkor nyilván ezt látod, hogy néz ki, és nagyon-nagyon sok reakció erre vonatkozik. És őt ez, nem azt mondom, hogy ez bántja, hogy valaki azt gondolja, köszönöm, Barna. Köszönöm szépen. Hogy ő jól néz ki. Csak pont ez, amit mondtál, hogy egy idő után elege van ebből, hogy jó, de ő a zenéjét osztja itt meg a lelkét, tudod? Igen. Tehát, hogy a művészetét próbálja itt több emberrel megosztani, és mégis egy tök nagy százaléka a kommenteknek arról szól, hogy de cuki ez a lány. Reagálhatok ez végre? Mert nagyon szeretnék. Még nem mondtam el, jegyezd meg. De igazából elfejtettem a második fejét, úgyhogy mondd. Mondjad csak, te vizet iszok most egy kicsit. Egi. Mondjad már, mert nem érek rá. Tényleg elfejtettem, hogy hova akartam kiukadni. Akkor mondhatom én. Mondhatod. Nem tudom, hogy láttátok, de hogyha nem, az sem számít. Nemrégiben járt itt nálunk egy evolúciós pszichológus. Mondjad. És pontosan arról beszélgettünk, hogy itt nem arról van szó, hogy a férfiak azok mindenáron ilyen szexista megnyilvánulásokat akarnak adni, hanem egyszerűen ez kódolva van a női és a férfi DNS-be. Ez egy oda-visszaható kölcsönhatás. Van egy nő, aki szexuális energiákat közvetít a férfi felé, valaki látja a TikTokon keresztül, megnézi a kiscsajt, és azt mondja, hogy ő neki ez fölkelti benne a vágyat. Ki jön belőle az, nem tudja magáévá tenni, nem tud utódokat nemzeni neki, de összességében a vágy valahogyan megnyilatkozik az emberből. Lehetséges, hogy ez nekünk nem tetszik. Megpróbálhatunk ezen kulturálisan fölül emelkedni, de ez nem feltétlenül, vagy nem minden esetben működik. Tehát ez abszolút nem egy kifejezett természetes folyamat, amiről itt szó van. Én értem, hogy bántó tud lenni, főleg, hogyha már túlzó, meg nagyon agresszív módon történik. De hogyha ezt az ember tudja kordában tartani és szépen kifejezni, akkor igen. Meg kell, szerintem nektek is ezzel meg kell barátkozni, ezzel a gondolattal. Én kicsit szkeptikus vagyok most.
Mivel kapcsolatban? Ki mondta ezt neked? Egy evolúciós pszichológus. Bocsánat, férfi volt? Igen, de ez a kutatási területe, egy professzor 30 éve ezzel foglalkozik. Jó. Kívülről férfinek tűnt. Ezt kellek reagálni, most én nem találok szavakat. Jó, nem tudom, szerintem meghaladtuk azt, hogy az első ösztönös gondolatunkat azonnal kifejezzük, főleg, hogy nem arról van szó, hogy utána fütyülök az utcán, hanem ott vagy az is nagyon TikTok szép videó, és még a kommentet meg kell nyitnom, és oda kell gépelnem. Hogy dugnálok. Az nagyon kellemes, az persze, az a egyetértek. Kedvenc. Dehogy is, nem erről beszélek, pontosan tudok. Ez spektrumról beszél szerintem a Robi, tehát hogy például... A fütyülést meséld el. A fütyülés szóba került. Kitettem egy posztot. Ja. 1950-es években a nők imádták, hogy utána fütyültek az emberek, a férfiak. És elújságolta egy talán New York-i angol, tök mindegy, nem tudom, hogy mi szerepelt a posztban, egy kisfiú, akkor, aki az édesanyjával ment az utcán. És a munkások az édesanyja felé fütyögtek. És oda mentek, és az anyuka megköszönte a bókot. És a kisfiú végignézte az egészet, és mondta, hogy az anyuka, hogy nagyon szépen köszönöm, és mentek tovább. És teljesen illendő volt. Ez benne volt a társadalmi normákban. Most manapság azért, mert vannak olyanok, akik azt mondják, hogy dugnálok, emiatt el van cseszve az is, hogy valakit egy fütty az egy ilyen jó érzéssel tölthessen el. Nem azzal van a baj, aki azt kiabálja, hogy dugnálok, hanem most nagyon kisarkítom. Szerintem azzal van baj. Azzal is van baj. Nagyon kisarkítom, ne ezen akadjunk fenn. Azzal van baj, hogy amikor valaki utánam fütyül, és én nem reagálok, akkor nem tudom, hogy mikor én utánam és gyilkol meg. Hát az probléma. Vagy kiabál utánam, hogy hé, hülye kurva, miért nem néztél vissza, vagy valami hasonló. Igen, de ez, szerintem vannak? Ezek világos, hát, hogy ezek... Nyilván tehát... velem nem, mert még itt vagyok, de igen, vannak. Itt ez igen, nem kérdés, vannak. Hogy ez probléma. Tehát, hogy ez, mondom, ez hogy nem ez egy probléma, és emiatt van elcseszve az egész. Igen, ez nem egy olyan dolog, ami vitatárgyát képezheti. Tehát, hogy ez egyáltalán nem. Egyébként szerintem azok a paraméterek, amiket ki lehet mutatni, hogy sajnos továbbra is a pozíciók és a keresetek tekintetében egyértelmű, hogy mi a szituáció. És ez egy világosan olyan dolog, amin szerintem, tehát ahogy lehet, kell változtatni, mert hogy az, hogy az ember a teljesítménye alapján mit ér el, az nem lehet annak a függvénye, hogy milyen nemű. Tehát nem lehetne ennek a függvénye. Nem értek egyet. Miért? Az imént szóba került a futball. Uh-huh. Mit gondoltok, hogy egy olyan szituációban, amikor mondjuk sport témáról van szó, vagy sport teljesítményéről, nem tudom kimondani, sport teljesítményről van szó, ugyanazt az összeget kell egy nőnek megkapnia minden esetben, mint egy férfi sportolónak? Én a kérdést sem értem. Milyen, mondj egy példát például. Arra gondolok, hogy én szerintem teljességgel nonsense, hogyha már egy kapitalista berendezkedésben a piac határozza meg azt, hogy mi mekkora értéket képvisel, ahol mondjuk, most rossz a futball példa, de mondjuk, mit tudom én, vízilabda, ahol az egyik helyen van 10 000 néző, a másik helyen van 100 néző, mekkora társadalmi hatást generál a férfiaknak a játéka, mekkora hatást gyakorol a női játék, és hogy ezt lehet-e ugyanarra a szintre emelni? Nem ugyanaz a teljesítmény, nem ugyanakkorát dob egy nő, nem ugyanaz erővel üt, nem, és a többi. Hát a kapitalista rendszer szar, egy. Ez igaz. Tehát a berendezés az borzasztó kettő. De egyelőre ezeknek a szabályoknak a keretei között működünk. Jó, de tegyük fel, hogy oké, lehet, hogy kevesebbet dob, vagy kisebbet, de attól ez ugyanegy maximális teljesítmény. Tehát ez most biológiailag, vagy fizikailag attól, hogy nő vagyok, és kisebb a teljesítményem, mert ilyen a felépítésem, akkor attól függetlenül az edzés, amit beleteszek. A nem is tudom, a mentális hát felkészülés, amit persze beleteszek, hogy ott vagyok, és igen, kihozom magamból a maximumot, azt ugyanúgy kell értékelnünk, mint egy férfinál, mert az a között szerintem nincs különbség, hogy te mit teszel bele, mint személy. Nem, én más gondolok, de jó, nagyjából mégiscsak ugyanazt. Értem, hogy mire gondolsz, de szerintem egyrészt a férfi focisták is nagyon túl vannak fizetve, másrészt nem az a
Nem az a teljesítmény, nem az a teljesítmény, hogy ő mennyit edz, vagy hogy mit, hány gólt rúg, hanem hogyha így kapitalista nézőpontban nézzük, akkor hány ember vesz jegyet arra a meccsre. És oké, értem, hogy a férfiakére több, de például most hoztad, nem tudom melyikötök hozta fel a brit női focistákat, ők megtöltötték azt a stadiont, még se kerestek annyit, mint a férfiak, akik megtöltik azt a stadiont. De ez idővel változik. Szerintem ugyanilyen folyamatokon kellett keresztül menni a férfiak esetében is. Fair enough, oké. Megyünk fölfelé a női esetében, nők esetében is. Oké. Okay. Jó. A sportolók az egy kicsit talán kivétel. Szerintem nagy a probléma a pay gap tekintetében, amikor mondjuk akár egy cégnél ugyanabban a pozícióban azon mást nem vitatkozom. Igen. De hát, vagy de például erről van szó, tehát ez a gond. De várjál, csak azért nem lehet az élet minden területére azt mondani, hogy nem. Na, már pedig van, ahol a nőknek kellene többet keresniük, van, ahol a férfiaknak kéne többet keresniük, és ez nem hiszem, hogy ezt ne lehetne úgy meghatározni, hogy igenis van különbség bizonyos dolgokban. Nem hiszem, hogy persze. Ez olyan, mint hogyha kommunizmust akarnánk csinálni, csak női férfi. De senki nem akar kommunizmust csinálni, csak hiányoznak azok a KPI-ok, azok a mérőszámok, amikkel ezt egységesíteni lehetne, mert még nem jött meg az a politikai akarat és az a törekvés, hogy ezt valahogy rendezzük. Nyilván ezt egy nagyon nehéz dolog lesz rendezni, mert nem lehet összehasonlítani két izomzatot például. De én hiányolom még azt a törekvést, hogy valahogy rendezzük. Tudod, mi a bajom ezzel? Na. Mint ami a Netflix-el. Na. Hú. Az, hogy mindenáron megpróbálunk egységesíteni, és nagyon PC-k lenni, hogy basszus, a Kleopátra csak azért, mert hogy most már mindegyik filmben kell színesbőrű színésznek szerepelni, akkor megváltoztatjuk egy történelmi dokumentumfilm, vagy nem is, tehát egy adaptáció, tehát az lényeg, hogy ez egy dokumentarista mű. Ne csináljunk ilyeneket. Ugyanez a helyzet szerintem a női-férfi viszonyok közepette is. Vannak dolgok, amikben igen, és vannak, amiben nem. És szerintem azért, mert kimondjuk, hogy van különbség, ettől nem leszünk rosszabbak, és nem leszünk a nők fölött egy ilyen despota. Szerintem barbak. Ez iszonyat fontos, hogy ezt ki lehessen mondani. De ki is kell. Különbség. Hát én azt mondom. Jó, csak én most szerintem két különböző dologról nem, van csak szó egyszerre. Nem, én egyébként teljesége egyetértek velük, csak azt nem gondolom, hogy minden, az élet minden területére ez nem, igaz világos, lehet. Szerintem ez egy iszonyat fontos dolog. Szerintem mi ugyanazt mondjuk igazából. Igen. Mert például az, hogy tehát én ezt el is akartam mondani ma, gondolkoztam azon, hogy van-e néhány olyan dolog, amit mindenképp szeretnék ma veletek megbeszélni, és ez az egyik olyan, amit most meg fogok próbálni így kezdeményezni, és az pedig az, hogy szerintem a radikális feminizmus, ami az egyik buktatója véleményem szerint az az, hogy ezt az erőszakosan mindenáron a homogén egyenlőséget célba vevő törekvések, ezek szerintem nem jók. Uh-huh. Mert egyszerűen azt a különbséget, ami a női és a férfi nem között van, ami abból adódik, hogy a nő képes utódot életre kelteni, a férfi pedig nem. Szerintem egyszerűen olyan, hogy innen indulunk ki, egy hamvában holt dolog totális homogén egyenlőségre törekedni. És szerintem ez egy nagyon fontos perspektíva, vagy ilyen attribútum, és nagyon rossz helyre tudnak vinni olyan dolgok, véleményem szerint, amik ezt nem veszik figyelembe. Amik nem ezt az alapvető, és ez nem ideológiai, meg nem egy politikai meggyőződés, hanem ez egyszerűen egy de facto biológiainak lehet hívni, nem tudom. Egy annyira elemi alapprincipium, amin egyőre még nem sikerült változtatni, bár vannak rá törekvések, de hogy ez egy alapvető különbség. És ebből az élet kezdetéből, ami az egész létezésünk kivetül, szerintem magától értetődő, hogy igenis vannak különbségek. De ez nem egyenlő azzal, hogy amikor két ugyanolyan pozícióban, ugyanolyan tevékenységi körben van egy nő és egy férfi, akkor mi a faszér van ott pégebb? Tehát, hogy mi, és hogyha a teljesítményt tudod mérni, akkor miért? Csak hogy ez két külön dolog. Tehát, hogy ezt szerintem le kell választani egymásra, és én úgy érzem, hogy sokszor sem az egyik
oldal, sem a másik oldal nem hajlandó ezt a kettő dolgot elválasztani egymástól, és azért csúnya dolgok keletkeznek ebből, szerintem. Hát egyszerűbb azt mondani, hogy akkor legyen mindenki homogén, mint hogy bevallani azt, hogy a feminizmusnak is vannak azért buktatói, mint például az ilyenek. És nyilván hát mi nők létre tudunk hozni egy gyermeket, de ettől függetlenül mégiscsak mi vagyunk a gyengébb, nem valahogy. És szerintem, tehát nem lenne... Már, hogy ezt mondják. Hát attól függ, miben határozom meg a gyengeséget. Szóval, hogy fizikailag lehet, hogy kevesebb kilozsult tudtok leadni x idő alatt egy mamut elő elfutva, vagy azt gyilkolva, ok, jó, rendben van. De például megmerem kockáztatni, hogy sok olyan férfi van, aki például a szüléssel járó fájdalmat egyáltalán nem tudná elviselni. Meg a menstruációval járó fájdalmat vagy, sem. Jó, akkor vegyük azt, szóval, hogy bármit vehetnél, tehát hogy rengeteg olyan pont van mind a két nem esetében, amikor nem tudsz egy ilyen egyenlőséget találni, mert egyszerűen mások vagyunk. Ami tök jó így. Ki szeretne önmagával baszni, de most komolyan. De hogy én nem vágyom arra, hogy tök ugyanak a jövő. Egyébként biztos van akkor. Valaki autóval is akar. Kecskével. Kis. Az mi? Mi az a más? Az egy élőlény. Van egy olyan Facebook csoport, hogy még nem basztom bojlerekkel és kecskékkel. Követel, vagy benne vagy? Nem, sajnos, vagy szerencsére nem, de van egy olyan ismerősöm, aki igen, és hát most nem tudja elhagyni ezt a csoportot, mert akkor ugye az azt jelenti, hogy már valamelyikkel megtörtént ez a szexuális interakció. Nem a feminizmusról gondolnék kérdezni, illetve beszélni, oh, hanem pontos, ez kicsit így a spektrumot kitágítani. Hmm. Minden, az élet szinte minden területén azt figyelem meg, hogy próbálunk bizonyos dolgokat elérni, de túltolva. Tehát, hogy nagyon, én nekem nagyon bántó az, hogy ilyen ultra PC-skedés megy, ahogy az imént is mondtam, a Netflixen, meg az életnek meg annyi területén, és szerintem ez nagyon rossz. Egyszerűen nem tudjuk a saját határainkat megfogalmazni, és ez egészből lesz egy ilyen, nem tudom, ezek liberális nézetek? Vagy ultraliberális nézetek? Szerintem azt meg akarod fogalmazni, akkor nagyon ingoványos talajra mégy. De várjál, oda akarok kiukadni, hogyha valaki ezt így nagyon túltolja, az egy elképesztően erős ellenállást indukál másokban. Uh-huh. Miközben meg az volna jó, hogy ez a kérdés, vagy ezek a kérdések sokkal inkább nyugvó pontra jussanak. Uh-huh. Hogy tudjunk egymással kommunikálni. De azzal, hogy én az arcot banyomom, hogy na, már pedig szerintem ez és ez a helyes, az nem egy jó policy, vagy valami. Szerintem ezzel az a baj, mint általában a legtöbb dologgal, hogy mindenki elhiszi, hogy az, amit ő mond, az jó, és nem hajlandó változtatni a véleményén. Te így hajlandóak vagytok? Én szerintem könnyebben, mint... Mint ezt így. A kolléganő, mint szerintem én vagyok a simulékonyabb amúgy kettőnk közül, és én vagyok az, aki adások közben is, hogyha Eszternek egy jobb véleménye van, vagy jobb nézőpontja, vagy olyan tények, amik változtatnak az én véleményem, akkor én azt az nyíltan... Az introvertáltabb is te vagy? Igen, szerintem igen. Aha. Nem tudom. Nem tudom. De hogy szerintem ez egy nagyon fontos szempont az ilyen political correctnessben is, hogyha, oké, legyen véleményed persze, hát miért ne legyen, de hogy tudjál rajta változtatni, hogyha olyan lehessen beszélgetni, és ne ez csak az a fröcsögd, azt, hogy a másik miért rossz, de hogy ne legyen mögötte semmi. Mm. Igen. Én, ha politika correctnessről beszélünk, szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy ha egy PC túlkapás van, akkor annak az a célja az, hogy minél több ember elfogadva és tisztelve érezze magát. És nyilván lesznek túlkapások. A tény, egyetértünk szerintem. De egy jó indokból fakad, és egy olyan dolog, ami talán sok hosszú év után túlkompenzál egy kicsit, úgyhogy én... Nagyon túlkompenzál, de én elfogadó vagyok ezzel szemben, mert meg kell találnunk még az egyensúlyt. És hogyha valaki nekem azt mondja, hogy mit tudom, milyen neopronount használ ő, ezt tudjátok micsoda? Az nem a deidem, hanem mindenféle ilyen kitalált névmások angol nyelvben, transznemű meg egyéb emberekre. Igen, most már nem használják, hogy she. Igen, hanem mindenféle van, nem akarok olyat mondani, ami nincs, mm-hmm. Úgyhogy nem is mondom. Tehát, hogy szerintem olyat nem tudsz. Én látsz, hogy úgy. Ezt akkor inkább tiszteletben tartom, még hogyha magamban azt is gondolom, hogy ez meg mi a fene, mert inkább szeretnék valakinek az elfogadásában túlkapni, mint hogy nem. És szerintem, hogyha
ha majd ezt így távlatokba tudjuk nézni, akkor ez ki fog egyensúlyozódni, vagy legalábbis ebben bízom, de olyan sokáig volt a másik irányba az elnyomás, hogy egy kicsit muszáj, hogy így legyen. Mert mondj egy példát, amiben ez ennyire megnyilvánulhat. Értem, hogy miről... Mire mondj egy példát? Egy konkrét példát, hogy mi az, ami szerinted eddig nagyon sokáig elnyomott szituáció volt, és most már a túlkompenzálás elfogadható ebben az esetben. Mondjuk Amerikában a filmiparban először nagyon sokáig nem alkalmaztak egyáltalán színesbőrű embereket színészként, majd amikor beengedték Hollywoodba a színesbőrűeket, akkor csak ilyen nagyon ilyen ez a caricature szerepekbe. Karikatúra, ez a magyar szó. És most azzal, hogy azt nézzük, hogy a Bridgerton, annak hiába történelmi a settingje, egy színvak volt a castingja, és ezen felháborodnak emberek, hogy de hát, hogyha ez egy ilyen, nem tudom, tizenakárhányadik századbeli Angliában játszódik, akkor hogy lehet, hogy mondjuk a királynő az színesbőrű? Szerintem ez egy olyan túlkompenzálás, ami számomra elfogadható. Nekem a nézői élményemből nem veszel, hogy itt most van egy uralkodó nő, aki színesbőrű színész alakítja. Szerintem. Erre gondolok. Filmiparban ez lehet megint pénzügyi háttere ennek. Egyébként igen, amikor tehát a Netflix vók, akkor az egy kapitalista, igen, profitorientált kicsit döntés. Olyan, mint az ilyen pinkwashing, csak színesbőrű emberekkel a filmiparban, tehát nem feltétlenül azért csinálják ezt, mert olyan vókok, meg olyan bodárnak, hogy meg ők ezt szeretnék, hanem azért, mert nekik ez jó bevételi forrás. Én azt gondolom erről, hogy teljesen ki vagyok készülve. Lesakkoltunk. Megértem egyébként, tehát hogy szerintem indokolt lehetne, hogy egy hátrányból induló közösség számára lépésen itt biztosítsunk, akár tehát bármilyen settingben. De azt is gondolom, hogy végeredményben ez szerintem nem vezethet jó útra, mert amikor olyan de facto információk ellen keletkeznek ilyen deliberate, ilyen nem tudom, erről van valami hunglistip, tehát, hogy ilyen önkényes módosítások, mint mondjuk történelmi aspektusoknak az önkényes felülírása, vagy biológiai, vagy ilyesmi dolgoknak, hogy az szerintem nem jó út. És én megértem, hogy ha valami hátrányból indul, akkor azt kell támogatni, de szerintem ez nem a jó út, hogy amikor tényleg a valamilyen de facto dolog van ideológiai alapon felülírva, az szerintem egyszerűen nem lehet. Én nem érzem azt, hogy ennek van olyan potenciája, ami jól sülhet el. Mert hogyha a radikalizmus ellen harcolunk az egyik irányból, akkor szerintem nem jó módszer az, hogy azt leváltjuk egy másik radikális nézőpontra, hanem valahogy, és tudom, ugye ezt megbeszéltük nyilván adás, hogy mi a fasz csinálsz, bro? Már kezdek beindulni. De, csak hogy tényleg, és ezt nem azért mondom, mert védeni akarom azt, hogy már pedig ne legyen feka királynő, meg mit tudom én, ne kapjanak igenis több pénzt a férj. Tehát, hogy tényleg nem erről van szó. Esküszöm, hogy nem erről van szó. Én kurvára utálom az ilyen dolgokat, nem szeretem az igazságtalanságot, nem szeretem az előítéleteket, nagyon nem. Nem tudok velük azonosulni. De azt valahogy úgy érzem, hogy tehát én azt látom, hogy ha valamilyen radikális hiányra, bűnre, tényleg deformációra egy hasonló radikális deformáció, vagy bűnnel, vagy félrevezetéssel választanunk, az egyszerűen nem az fog eredményezni, hogy egyensúlybe kerül egy idő után, hanem az ingának pontosan az ellenkező oldalra fog kibillenni, feltartóztathatatlanul a helyzet, és akkor pedig majd ugyanez lesz, csak 180 fokos, igen. Vagyis én ezt látom. Szerintem ez úgy működhet, hogy például a Bridgerton az egy könyvben alapul, tehát abszolút nem nincs történelmi alapja. Szerintem azzal nincsen probléma, hogyha amit mondtál, hogy mit tudom, egy Kleopátrát, az mondjuk már nekem is szemet szúr, szerintem az tartsuk meg az eredeti történetet. Szerintem ez úgy működik, hogyha valami teljesen újat alkotunk, úgy, hogy abba, aki a hátrányos csoportok, egy teljesen új szerepet kapnak. Mert például most az Arielnek is megcsinálták, a kis hablánynak a főszereplő, most egy színesbőrű hölgy, ami
mert nekem az az egyetlen problémám, hogy 100-200 évig, tehát egy sztori volt, amiben egy fehér bőrű nő volt a főszereplő. És nem tudom, nekem ez egy kicsit degradáló, hogy most így 120-150 év után, most akkor berakják egy, hogy fekete legyen, csak azért, mert megtehetik, ahelyett, hogy csinálnának egy teljesen új storyline-t, egy teljesen új történetet, egy teljesen új karaktert, amiben ez a hátrányos csoport megkapja azt a szerepét, amit már rég meg kellett volna kapnia, ahelyett, hogy most helyettesítik gyakorlatilag a fehér szereplőt. Vagy irodalmi műveket átírunk, átdolgozunk azért, mert hogy nem tetszik nekünk az, hogy hogyan bántak azokban a műveket. Csináljunk olyat, amiben abszolút egyetértek. Mi szóltok ti egyébként a nagyon divatba jött törpés videókhoz? Nem tudom, hogy miről beszélünk. Képzeljétek el, hogy én nagyon szeretem mostanában törpés videókat. Van egy ebből nehéz lesz kimászni. Kibaszottul fontos dolog szerintem. Valaki csinált egy olyan videót, amiben az látható, hogy törpék gerelyhajtó versenyen vesznek részt, és jönnek egymás után, és dobálják a gerelyt, és a következő képen, amikor 5., 6., 8. is elhajtotta az ő gerejét, a következő képen bevágnak egy hapsit, aki egy ajtófélfának támaszkodik, és a fogpiszkálók így beleállnak, nem mennek nevetni. Jaj. Beleállnak. Képzeljétek el, hogy az első körben nekem rettenetesen vicces volt. Én megszakadtam a röhögéstől, és onnantól kezdve elkezdődtek. Szerintem ez volt az első, amit úgy láttam, és ez ami így beindította ezt a műfajt, hogy különféle, ugyanez, de nem tudom hányszor megcsinálták, hogy súlylökés, és akkor a pizzára a kis, milyen magát, vagy mi ez a bogyó, oliva bogyó így repül. Tehát téged egyszerű lenyűgözni, Marta. Tudod, miért tetszik ez nekem? Bocsánat, magas labda volt. Azért tetszik, mert hogy a törpék ráébredtek arra, hogy ki kell lépni abból a közegből, amiből beszélünk, hogy ők öniróniával viszonyulnak a kérdéshez. Teljesen szívesen vállalkoznak ezeknek a videóknak, vagy a videókban való szereplésre. Én szerintem az öniróniát azt minden ember esetében meg lehet fogalmazni. Persze, meg a fekete humort is. A fekete humort is. És egyszerűen én nekem az tetszik ebben az egészben, hogy nem úgy nevetünk ki egy szűkös társadalmi réteget, hogy az egy ilyen nagyon gonosz. Ez gonosz, de ez hogy hívják? Önszántukból egy csomószor szerepelnek ezekben a videókban, és kifejezetten jól érzik magukat, és nem tudnak megnőni, és nem csináljuk úgy, mint hogyha basszus, nem lennének, vagy... Vicces. Mi a törpének a PC megnevezése? Mert szerintem nem törpe. Amorf törpe. Nem, hanem kisnövésű ember, vagy valami ilyesmi. Szerintem a fekete humornak természetesen megvan a helye. És nyilván az a cél is, hogy miközben nevelt, azért kicsit kellemetlen érez magad, hogy nevelt. Én ilyen videókat nem láttam még, viszont a TikTokon láttam. Majd ilyen... Majd küldünk. Köszönöm. Most már fogsz a telefonod, ha nincs is itt, ott van, feldobálja neked. Repülő üzemmódban. Viszont láttam mondjuk a TikTokon ilyen halmozottan fogyatékkal élő embert a saját helyzetén viccelődni. És persze, kellemetlen érzem magam, de hogyha ő nevet rajta, mondd akkor miért szíves, ne? Nagyon kíváncsi lehetett kell. Nem tudom visszanézni. Egyébként nálunk volt a Fekete Ádi, a Tajgetos Show-nak a hostja. Ismeritek őt? Nem. Ő egy... mi az a betegség, ami... Már nem betegség azt, hanem, hogy születési... Rendellenesség. Igen, de mi annak a neve, tudod, amikor nem kaptál elég levegőt, ezért ilyen... Igen, az a lényege, hogy az izomzata nagyon kötött, és ezért nagyon, tehát mozgáskorlátozott, és gyógytornával tudja magát kicsit jobb állapotba hozni. Olyan fajn izomzata van, baszki, hogy nagyon durva, fullaposas, minden tónus volt, mint az állat, csak annyi, hogy például ezt így nem tudja megcsinálni, hanem egy szívószál kell innia, mert olyan merev tudod, és akkor itt volt nálunk, és akkor így beszélgettünk vele arról, hogy éli meg ezt a nem, igazán nem tudom fogyatékosságnak mondani, vagy nem,
nem tudom, hogy mi erre a jó szó, de ezt az állapotot, amiből ő van. És nagyon érdekes volt, rengeteget tanultunk tőle, és ő például azt mondta, hogy ez nagyon érdekes volt szerintem, amikor azt mondta, hogy amikor már negyedszerre esett pofára ugyanazon a lépcsőn, és így az anyukája mondta neki, hogy vigyázzon magára, meg ilyenek, hogy ezt ne csinálja, akkor hogy ilyenkor ellenszegülsz az anyáddal, pedig tudod, hogy ő jót akar neked, és hogy a szeretet mondja, de hogy mégis az ember olyan, amilyen. És szerintem úgy kell elfogadni, ahogy. Igen, és hogy önmagának is. És nekem ez egy oltári nagy leszke volt, hogy igazából milyen nemesen, milyen tényleg emberien lehet hozzáállni az önmagad helyzetéhez, meg ahhoz a helyzethez, amiben a téged szerető emberek vannak, mert nekik is kurva nehéz. Lehet, hogy még nehezebb olykor. Ebben a témában még egy utolsó gondolatot szeretnék megfogalmazni. Képzeljétek el, hogy dolgoztam egy újságnál, egy bulvárlapnál, aminek az utolsó oldalán volt egy kis rovat, hogy vicceket kellett. A végén már semmiféle viccet nem lehetett megjelentetni, mert hogy mi annyira korrektek szeretnénk lenni, miközben nem számít, hogy a címlapon azt szerepelt, hogy 15 készúrással ölte meg a saját anyját egy baltával, de azért a szőkenős vicc az nem szerepelhetett az utolsó oldalon. Nonsensnek gondolom. Szerintem az a humorizálással az egyetlen probléma, amikor valaki olyan humorizál, aki nem abban a helyzetben van. Tehát, hogy te nem élted át ezt a helyzetet, nem tudod milyen ez, de azért viccelődsz vele. Mert mondjuk, hogy mondtad itt a kisnövésű emberek, ilyen boldogan és önfeledten vettek részt ebben a videóban, az nyilván más, tehát az önirónia, az rendben van, ők ebben a helyzetben vannak, ők csinálhatnak belőle viccet. De hogyha én csinálnék belőle viccet, az már nem lenne olyan jó. Az gúny. Igen, az már gúny tűzni. Igen, ez nem minden helyzetben releváns. Például ugye volt egy olyan epizódotok, amiben erről volt szó. Humorról. Akartam már így plagolni, de igen. Köszönöm, hogy elkezdett helyettem. Felkészültetek belőlünk. És ott volt, az Instán voltak olyan sztorik, amik lehetett válaszolni, vagy ilyen véleményeket adni, hogy nektek például kik a kedvenc stand-uposaitok, ezt nem tudom, hogy magyarul, hogy mondjuk humorista. Ezt? Humorista, jó. Jó, szerintem akkor az most már magyarul van. És akkor én szerintem is. Én például beírtam a mi platformunkra azt, hogy Dave Chappelle. Uh-huh. És én éreztem, tehát, hogy meg volt néhány ilyen véleménynyilvánítás róla, amit teljes mértékben megértek, de kérlek, hogy nem tudom, hogy ezt a sztorit ismeritek-e, de engedjétek meg, hogy elmeséljem. Megpróbálom nagyon röviden összefoglalni. Na most arról van szó, hogy Dave egyszer találkozott egy emberrel, aki gyakorlatilag így beleüvöltözött az ő előadásába. Uh-huh. És a Dave-t nagyon megkedvelte, mert tetszettek a kommentek neki. És akkor így a show-n kívül beszélgettek, egyébként ez egy transz nő volt, uh-huh. aki beleüvöltözött a show-ba, és összebarátkoztak. És akkor ez a barátság odáig fel, egyébként ő maga is, tehát nem, sajnos nem emlékszem a nevére, hogy hívták a barátját, Dave-nek, ugye, akiről a sztori szól, de hogy ő is próbálkozott ilyen stand-up-pal, open mic night, meg ilyenek így ugye előadta a kis sztoriait, és akkor mondta neki a Dave, hogy figyú, volt egy ilyen haknia valamelyik városba, és mondta, hogy gáz van, nem tud eljönni a nyitó act, úgyhogy ráérsz? Gyere már el. És mondta, hogy hát jó, oké, elmegyek, de hogy így tudod, azért mégiscsak the goat. De elment. Mm. És eléggé lebőgött szegény a közönség előtt, és aztán mondta, hogy jó, faszomat, beülök a közönségbe, most jön a Dave Chappelle mesterkurzus, meghallgatom. És akkor Dave csinálja a show-t, és elkezdett megint kommentálni, uh-huh. ugye, ez a forma, és kibaszott jó volt. Tehát, hogy a beszólásain elkezdett szakadni a közönség, nagyon durva volt, és utána mondta neki a Dave, hogy figyú, gyere, toljál még, és így ki voltak tőle, kurva jó volt. És gyakorlatilag elindította a karrierjét ennek a transz nőnek. És képzeljétek el, hogy az történt ezután, hogy mert neki ennek ugye a barátnak, tehát a Dave barátjának problémái akadtak ideológiai szinten azzal a filozófiával, amit amivel ugye most is
sokat szembesülünk. Az a baj, hogy nem is tudom megfogalmazni, nem tudom címkézni, hogy mi legyen. Ezt nem is akarom címkézni, de szerintem tudjuk, hogy miről van szó. Tehát úgy része az LMBTQ-nak, meg az ilyen ilyesmi dolgoknak ez a nem para, hogy most legyen műtét, vagy ne lehessen műtét, szóval, hogy ilyenek, tudjátok. És az a durva, hogy egy transz személyt a saját közössége annyira durván kikészített a social media platformon, hogy végülis öngyilkos lett. És az egyik specialben, Netflix specialben ezt a sztorit a Dave Chappelle rögzítette, tehát hogy ezt így elmeséli. És csak azt akartam ez a történettel megvilágítani, hogy tudom, hogy sokszor bunkónak tűnik, meg rasszistának tűnik, meg szexistának tűnik, meg homofóbnak tűnik, meg a faszom tudja, minek tűnik, de hogy igazából szerintem a humornak, a stand-upnak van egy olyan szerepe, hogy azokat a dolgokat, amik gázok, azokat megcélozhassa ilyen módon, amire igazából más médium nem igazán képes. Egyszerűen nem adekvát. Hogyha valaki ilyen kijelentést tesz más médiumon, még valószínűleg akár itt is, YouTube azonnal elvágja a torkunkat. Szóval, hogy szerintem ennek van fontossága, és most én ezzel nem azt akarom mondani, hogy ő a király. Szerintem tök jó, de leszarom, hogy kérdez, szóval, hogy nem ez a lényeg. Csak az, hogy olyan dolgok vannak ma a világban, amikor így tökre számít az, hogy el tudjunk rugaszkodni az ideológiáktól, és tényleg az ilyen emberi dolgokat vegyük számításba, és ennek szerintem a humor egy tök nagy része lehet. És hogyha azt valaki tényleg az egón keresztül próbálja értelmezni, akkor annak sokszor rossz vége van. Ez csak egy ilyen vélemény, amit el akartam mondani élőben, mert ugye volt ez az adásotok, meg voltak ezek a posztok, és ezt tökre meg akartam fogalmazni. Hogy én egyébként ezért szeretem Dave Chappelle-t, nem azért, mert sok szexista vicce van, meg ilyesmi, hanem azért, mert beleáll olyan dolgokba, amikbe szinte senki nem mer. És szerintem ez kurva fontos. Mert ha vannak olyan dolgok, amikbe senki nem állhat bele, az nagyon veszélyes szerintem. Abban soha nem tudod, hogy mi sül ki. De ez csak egy vélemény. Oké. Okay. Tök jó sztori volt, köszi, hogy elmesélted. Nem ismertem, és amúgy Dave Chappelle-nek se láttam a vitatott előadásait egyébként. Szerintem nincs olyan téma, amivel ne lehetne viccelni. Én láttam jó viccet abortuszról, nem erőszakról, holokausztról. A különbség, hogy nem én mondtam el őket, vagy nem mi, hanem olyan emberek, akik ebben érintettek voltak, hogyha Davis-nek tudja tenni egy tiszteletteljes helyről, akkor szerintem az teljesen rendben van, meg nem én fogom ellenezni egy fehér cis-hetero nőként, hogy miért merészel ilyeneket mondani. Szerintem itt is egyetértünk, hogy persze mindennel lehet viccelni, amíg az nem más kárán, uh-huh. És nem az elnyomott, ez ilyen nagyon ijesztő szó, de nem az elnyomott kárán viccelődünk. Uh-huh. Engem kurvára érdekel a véleményetek, például ti hallgattok Joe Rogan podcastet? Őszintén én nem mertem még ezt az ajtót kinyitni. Jó, oké, okay, no probléma. És akkor megpróbálok egy másik ajtót. Jó. Csak azért, mert... Azt mondod, hogy Jordan Peterson, én kiszaladok azon az ajtón. Ezt akartam mondani. Na, de tényleg nagyon-nagyon érdekel a véleményed. Bocs, hogyha ez kellemetlen, de hogy szerintem nekem ez tök fontos, hogy tudjam, mit gondoltok róla. Én nem hallgatok. Én ugyanolyan vagyok, mint te, kevés podcastot hallgatok. A miénket, mert én vágom, de ezt vissza kell. Magyar podcastok közül szerintem hébe-hóba egy-egy epizódot. A Szertárt szoktam hallgatni rendszeresen, és külföldi podcastokat. De... Tudod ki ez a Jordan Peterson? Tudom, de nem hallgatom. Na. Tehát így nem szeretnék véleményt alkotni róla. Jordan Petersonnal az a viszonyunk, hogy az a kevés dolog, amit láttam tőle, az nekem szöges ellentétben volt azzal, amit én gondolok a világról. És őszintén szólva, én úgy voltam ezzel, hogy tudom, hogy ez egy az én nézeteim szerint leszűrt, nagyon sarkos vélemény volt, amivel nyilván aki kiposztolt, az is tudta, hogy nem fogok egyet érteni. De én nekem nincs meg bennem az a mentális kapacitás, hogy én ezt az ajtót kinyissam, és én most így tanulmányozzam, hogy ő
A-tól Z-ig mit gondol, és én abból mivel értek egyet, és mivel nem. Én azt gondolom, hogy én egy igazándiból egy civil vagyok, és nekem nem feladatom őt értelmezni, és elfogadni, vagy sem. Nekem békésebb az életem azzal, hogy kizárom őt belőle. Felteszek neked egy kérdést, de mint podcaster, mint jövőbeli influencer, mert azért valamennyire mégis influálunk, ez az a szó. Vagy hát valamennyire befolyásolunk, információt adunk át, tehát van egy közönségünk. Tehát mint podcaster nem gondolod-e, hogy ez neked feladatod? Hogyha olyan témát csinálnánk, amiben ő is érintett és nyilatkozik, és nagy megmondó ember, akkor meghallgatnám, és próbálnék belőle valami következtetést levonni, de eddig ki tudtam őt kerülni. Mm-hmm. Volt egy ilyen adásotok is, de most is meg szeretném kérdezni, hogy szerintetek mi a off-topic, kurvára off-topic, és sorry, nem, de nem hogy baj. Ti mit gondoltok a Földön kívül életről? Te akart egy ilyen adás. Hú, vissza kell idézni. Mit is gondolunk? Én nem hiszek így, én az UFO-kban nem hiszek, én amúgy nem vagyok sem vallásos, sem ilyen nagyon spirituálisnak nem gondolom magamat. Én néha jó érzés azt gondolni, hogy van ott valami kint, így az univerzumban, így az univerzumban hiszek, vagy a karmában talán, ami, hogyha nagyon-nagyon-nagyon szar szituációban vagyok, vagy egy rosszabb periódusban, akkor az majd így elrendezi a dolgokat. De én így az UFO-kban azokban nem. Érdekes jelenségek ezek, szerintem meg lehet őket magyarázni, az ember nagyon utána jár. De az UFO-k most mik ebben a kontextusban? Tehát ilyen... Földönkívüli de földönkívüli valami lények, vagy mikróbák, vagy mi? Én mindig ilyen kis zuhás lényeknek képzelem előként. Támad a Mars című filmet, láttatok? Oh, klasszikus. Ha nem tudok aludni, azt teszem fel. Én azt gondolom, hogy elmondtunk az adásban, és nem emlékszem, hogy mi volt az. Hallgassátok vissza, kedves hallgató, aki nézi, és hallgatja ezt a YouTube videót. Nézd, nekem egy kicsit olyan szempontból lelombozó volt, hogy én ugye nagyon szeretném, hogy legyenek, és ti reálisabb talajon képviseltétek ezt a témát, noha megvilágítottatok ellenkező nézeteket is, de hogy én, fiú, abból indulok ki, hogy annyira retek nagy az egész hely, és hogy statisztikai alapon, hogyha, tehát hogy mi, nem tudom, nekem nehéz lenne azt elfogadnom, hogy több esély van arra, hogy nincs még értelmes élet, mint az ellenkezőjére. De tökre meg tudom érteni azt, aki ezt nem így gondolja, hiszen akkor show me evidence. Hogy akkor muti, hol van? Nem, ezzel amúgy egyetértek, hogy túl végtelen a világűr, ezt amúgy fel se tudom dolgozni. Igen. De ha végtelen, akkor biztos van még ott valami. Persze. Ja. Hát ez megint olyan, visszatérek a vallásos példámra, Isten vagy nem Isten, most hogy valaki hisz benne, valaki nem, de hogyha meg hiszel benne, akkor mutass tényleg arra valaki a Földön kívüliekben hisz. Valaki a karmában, valaki az univerzumban, valaki nem tudom, az energiában, mindenki kristályokban, mindenki hisz valamiben. És szerintem addig, amíg ezt így nagyjából megtartja magának, vagy nem akar így ráerőltetni arra, aki nem hisz ebben, addig szerintem ez egy teljesen korrekt, és hogyha valaki ettől boldog, az teljesen rendben van. De amúgy szerintetek nem lenne depresszív az a totál biztos tudat, hogy csak ezen a bolygón van értelmes élet az egész univerzumban. De ezt hogyan tudod meg totál biztosan? Most ez csak egy hipotézis. De akkor hipotézis miért lenne depresszív? Nem. Hát azért, mert... Ha mi mész valahová? Álmodod valahogy a holdra. Nem, csak hogy nem. De hogyha azt nézed, hogy... No. De hogyha tényleg azt nézed, hogy mondjuk csak itt van értelmes élet, ha ezt tudnánk biztosra, akkor egyrészt már hogyha külső veszélyeket nem is tekinted, hogy mondjuk telibe trafál egy 40 km átmérő aszteroida, de magunkat is igazából bármikor kiírthatjuk, és akkor még ott vannak a külső veszélyek, szóval, hogy azért mégiscsak kevesebb lenne ez az egész fura, kreatív, barbárikus, önző, de szeretetteljes, full potens csodával, ami mi vagyunk emberek, az univerzum. Szerintem ez rendkívül rémisztő. Tehát abban nekem belegondolni, hogy csak mi vagyunk értelmesek, szerintem ennél számomra ijesztőbb gondolat nincs.
de ha csak mi vagyunk, és te pont ide születtél, pont ebben a korban, amikor nyugodtan podcastálhatsz egy fröccs meg egy unikum mellett, akkor az nem egy fantasztikus szerencse és egy eltékozolhatatlan esély, ami iszonyatosan jó érzéssel tölt el? De. Hát most menj is, bárd fel az ereidet. Ez kurva jó. Fuck aliens. Én azt gondolom, hogy a közösségi médiának a mi jelenünkben elég nagy hatása van mindenre. És azt vettem észre, legalábbis a posztjaitok alapján az Instagramon, hogy a közösségi médiához jóval több hozzáértésetek van, mint jó magamnak. Ezért azt gondoltam, hogy egy adekvát kérdés lenne felétek, hogy szerintetek mi ennek a jelentősége, vagy mi lehet az embereknek a gondolkozásom úgy globálisan, vagy úgy általánosságban, illetve talán különös tekintettel a fiatalabb generációkra, akiknek ugye valószínűleg képlékenyebb még az egész ilyen mentális berendezése, mint mondjuk nekünk legalábbis, de akár nektek most is. Úgy mondod, mint hogy ilyen 70 éves boomerek lennétek. De hogy vajon mennyire komolyan vévendő impaktus ez a social media az életben. Mit gondoltak erről? Hát szerintem ez megint lehet személyes kérdés, mert például nekem van mondjuk Instagramom, meg TikTokom is, de hogy én nem alkotok nagyon rá. Uh-huh. Tehát én ott el vagyok, a kis, tehát nyilván privát mindkettő, és én csak azt szeretném, amit felrakok, azt lássa, akit én akarok, hogy lássa. Aha. Tehát én ezt nem szeretném azért nagyobb világgal megosztani, ez az én kis privát életem. És nyilván ez mindenkinek más, mert hogyha ebből szeretnél megélni, akkor a szociális médiából mostanában nagyon jól meg lehet élni egy csomó, mit tudom én. OnlyFans. Például, vagy a TikTokra ilyen-olyan cégeknek marketingelsz, vagy Instagramon influencer, vagy akkor ez egy tök jó megélhetési lehetőség. Most ez megint személyes téma, most szerintem podcastolás szempontjából nekünk jó, hogy van Instagramunk. Az biztos. Egy csomó mindent meg tudunk osztani, amit mondjuk, nem tudom, elfelejtünk az epizódban, akkor abban tudunk posztot csinálni, vagy sztorit, vagy ilyen közérdekű véleményt, hogyha nekünk van extra véleményünk, azt ott meg tudjuk osztani, tudunk mit tudom, buzdítani, hogy menjetek szavazni, vagy ilyesmi. Igen. Hát, hogy fiatalabb korosztálynak, most attól függ, az én személyes köreimben, a fiatalabb korosztályban én úgy látom, hogy ők azért kicsit kezdenek megint eltávolodni a social médiától, tehát ez most megint személyes dolog, nyilván más, ez az én kis buborékom, tehát például az öcsém fiatalabb, meg az ő barátai, ők nem annyira aktívak ezeken a... mert nekik ez már sok, túl sok inger. Uh-huh. És akkor mit csinálnak? Játszanak, egymással haverkodnak, elmennek bulizni, yeah. Tudjam én. Képzeljétek, Amerikában felfeléivel a buta telefonoknak az eladása. Mm. Komolyan? Mm-hmm. Ez rendkívül meglepő a számomra. Igen. Tehát szerintem most megint átmegyünk egy ilyen nagyon trendi, hogy okostelefonod vagy social médiád mindent megosztasz, és most megint átmegyünk egy ilyen kicsit privátabb, ne oszd meg mindent, vagy csak olyanokkal, akikkel szeretnéd. De a buta telefon az azt jelenti, hogy... Hát mint az ilyen kőnokia. Aha. Tehát SMS meghívás, aha, az cső, kígyó. Igen, kígyó. De jó volt. Ez kurva jó. Önvédelemre is jó volt, igen. Szerintem a social media az egy eszköz, amit lehet így is, meg úgy is használni. És mondjuk nekünk, mondjuk tartalomgyártóknak, ha ezt mondhatom, az egy eszköz, ugyanúgy, ahogy a podcast csatorna is egy eszköz. Csak itt lehet, hogy egy long-form contentet készítünk el, sokkal mélyebb gondolatokkal, véleményekkel, ott meg lehet, hogy TikTokon 15 másodpercre fogad meg valakinek a figyelmét. De az, hogy neked van egy célod, amire használod, és mindenki másnak is, aki tartalmat készít. Mm-hmm. Szeretem, amikor így viccelődnek, vagy hát nem viccelődnek, hanem akár így gúnyolódnak a Z-generáción, hogy hát már mindenki csak a telefonját bújja, és hát hova fajul ez a világ, hogy 5 másodperc valakinek az attention span-je. Hogyha visszagondolsz egy régebbi világba, akkor mondjuk a vonaton nem a telefonját nyomkodta valaki, hanem újságot olvasott. Ja. Ugyanúgy nem beszélgettünk egymással. Ez egy hazugság, hogy az emberek régen beszélgettek egymással. Ugyanúgy utáltuk egymással akkoriban is.
és szükség volt a szünetre másoktól. Nyilván sokkal nagyobb skálán mozog most egy TikTok vagy egy Instagram, mint egy újság, de ugyanúgy egy eszköz, amit lehet jóra és rosszra használni, úgyhogy én nem szeretem, amikor így nagyon leírják, hogy a TikTok az megrontja ezt a generációt és a bukásához. Hát egy csomó epizódot letünk TikTokról jön. A felett podcastunk nem lenne, ha nem látunk volna inspirációt a TikTokról. Igen, ez gyakran be is van konferálva, hogy igen, ezt a videót is TikTokon láttam. Tudományos peer-reviewed faktuális artikulok TikTok. Igen. És tényleg így van. Azon gondolkodtam, miközben ezeket a szavakat fogalmazom meg, hogy talán pont az a legnagyobb probléma, hogy amiről korábban beszéltünk, hogy mi vezethet odáig, hogy ez ilyen túltoljuk ezt a polkorrettséget. Ez lehetséges, hogy ennek egy másik kivetülése. Ugyanannak a társadalmi folyamatnak egy negatív kontextusa. Az, hogy az emberek már egyszerűen nem bírják elviselni, hogy megvan nekik mondva az, hogy mit, hogyan kellene, és mindenkit gyűlölünk. Mert szerinted azok az emberek, akik ilyen nagyon borzasztó dolgot kommentálnak, egyáltalán tudják, hogy mi ez a political correctség? Mert én nem, sokszor nem érzik. Úgy érzem, hogy... De érzik. Zavarja őket az, hogy, hogy nem mondhatják ki. Nézd, én szerintem nem szoktunk politizálni, de itt, ebben az országban, hogyha valakinek... fölveted azt, hogy miért kell gyűlölni Brüsszelt, akkor ennek van egy olyan vetülete, hogy van egy erőteljes propaganda, de szerintem a másik meg pont az, hogy egy olyan világ tárul Brüsszel. Brüsszel az egy szinonimája egy olyan világnak, ami ilyen nagyon politikailag korrekt, vagy hogy pont ez a el akarom fogadni a mit tudom én, transzneműeket. Mert nem akarjuk elfogadni őket. Nem akarják elfogadni őket. És miért ne lehetne, ne fogadják el őket? Nem kell mindenkinek elfogadni mindenkit, csak nem kell gyűlölködni, és nem kell szétbaszni őket, és nem kell agyon szidni őket, és a többi. Éltünk mindketten Skóciában, a romlott nyugaton. Ahol, most is a romlott nyugaton él. Ahol látsz meleg. Igen, kérnek italt. Én nem, köszönöm. Eszter, szeretne egy gin tonikot? Nem. Ő Eszti. Eszter szeretne. Nem, én egy fröccsöt szeretnék, sok vízzel, ő meg egy gin tonikot. Nem, talán utalak, ha még van idő. Szóval a Felletnyugaton, ahol látsz meleg párt kézen fogva sétálni az utcán, ahol látsz, ahol van transznemű kollégád az étteremben, ahol dolgozol, ezek így konkrét példák így a baráti körből, vagy van olyan haverod, aki nem bináris, és they-them névmást használ magára. És én, jó, nyilván ez már kiderül, hogy mindenki szemlélni, egy elfogadóbb és progresszív beállítottságú ember vagyok, de soha az életben nem éreztem azt, hogy bárki ezt rám akarja erőszakolni. Nem éreztem azt, hogy egy túlzó elfogadás lenne. Szerintem ez a woke agenda, ez ki van választva, mint az aktuális ellenségkép, és el van túlozva azért, hogy itt az emberekben félelmet keltsen. Olyan emberekben, akik egyébként mondjuk nem tudják a számláikat kifizetni, akik meg vannak ijedve, hogy nincs pénzük élelmiszerre a Lidl-ben, és nagyon kell egy ellenségkép. És ez egy olyan ellenségkép, ami szerintem eltúlzott, nem valós. Értelek, de akkor most ugyanezt a folyamatot nézzük meg Amerikában. Ugyanúgy zajlik. Ugyanúgy van. Ugyanúgy működik, ugyanúgy föl van erősítve. Ugyanúgy törvény tiltja, ahogy Magyarországon, hogy mondjuk egy drag queen bemenjen egy bármilyen nevelési intézetbe, és diverzitásról beszéljen. Ugyanolyan törvények vannak. Magyarországból inspirálódnak ezekkel a törvényekkel. Tehát ahogy látjuk, akkor valahol politikailag meg vannak tigetve ezek a dolgok, és valahogy valamiféleképpen ellenségi vannak téve, ott nagyobb az ellenállás. De én úgy tudom, hogy nem azt tiltja a törvény, hogy valaki, bármilyen valaki a diverzitásról beszéljen, hanem például azt, hogy szexuális tartalmat prezentáljon az iskolákban. Most elnézésre rosszul idézem, nem készültem fel, másokat szerintem mondom, de most került elém egy olyan hír, hogy egy talán floridai, valamilyen amerikai
tanárt azért akarnak kirúgni, mert egy Disney mesét mutatott a iskolásoknak, amiben a Disney mesében volt egy meleg karakter, és ezért akarják őt kirúgni. Hmm. Szerintem ez túlzás. Meg hát miért beszélhetnénk szexualitásról? Hát a szexualitás a mindennapunk része. Már akinek. Jó, hát neked így 70 évesen elnézve azt mondom, hogy tényleg nem. Nekünk ugye fiatal lányoknak. A férfi kar nem számít annak. De ez egy olyan dolog, hogyha megpróbálod így elsunyogni, vagy elrejtett, hát akkor csak rosszabb, és sokkal erősebben jön ki ilyet. Egyszerűbb lenne beszélni róla, hogy mindenki tudja, mert nyilván felsz az ismeretlentől, és nyilván félni fogsz valakitől, hogyha azt mondod rá, hogy transz, mert nem tudod, mi az. Igen. Nem tudod, mi az, hogy homoszexuális, és persze, hogy félsz tőle. Ebben a témában szerintem most fogalmaztad meg az egyik legfontosabb dolgot, azt, hogy az emberek nagyon félnek mindig az ismeretlentől. Nekünk egyébként itt a adáson kívül kérdeztétek, hogy hogyan jött az, hogy egyáltalán csinálunk egy ilyen műsort. Pont ez volt az egyik alapindítatásunk, hogy olyan gyorsan változik a világ, annyiféle újdonság éri az embereket, információs zajban élünk és többi, hogy hát, ha egy kicsit ezekkel a beszélgetésekkel tudunk nekik irányt mutatni, vagy utat, vagy fölnyitjuk a szemüket. És épp ez a probléma, hogy az emberek annyira félnek, és valóban a politika az egy mocskos szemétség azzal, hogy ezeket a félelmeket meglovagolja, és ebből egy hatalmi játszmát alakít ki. De szerintem például az olyan jelenségek, mint ugye, amit mondtál te is az előbb, hogy amiatt egy tanárt el akarnak távolítani a státuszából, vagy meg is tették. Nem tudom pontosan. De hogy szerintem ilyen skálaszerűen ezt érezzük, hogy ez milyen súlyú baromság. De szerintem az is ilyen súlyú baromság, amikor ilyen egyértelműen, félreértelmezhetetlenül szexuális előadást mutatnak be, ami mostanában elég jellemző, és sok anyag van erről a social médián, például transzneműek, drag queenek, drag queen show-nak. Nem értem igazából, hogy milyen helye van egy alsó... Óvodában. Igen, de tehát, hol, hogy... Bocsát, hol történik ilyen? Svédországban van ilyen, tudunk több példát mondani. Aha. Van ilyen. Figyelj, mindenre van példa. Tehát, hogyha akarsz, mindenre találsz példát. Csak azt mondom, hogy pont ezért, mert hogy mindenre lehet ilyen radikális példát találni, szerintem erre kéne figyelni, hogy... Ne hagyja a támadási felületet. Nem az, hanem hogy ezek radikális dolgok, tehát ezek olyan szélsőséges dolgok, amik a gravitáció hatása miatt, hogy szélsőséges, tehát hogy távol vannak egy általános nézőponttól, nagyon nagy a mozgási vektoruk, nagyon nagy az energiavektoruk. Tehát hogyha ezeket elengeded, akkor azok nagy erővel fognak becsapódni, nagy impaktus fognak kelteni. És szerintem ez nem feltétlenül rossz dolog egyébként, tehát hogy ha valami minél nagyobb energiával ütközik neki valami másnak, annál nagyobb változást tud benne kelteni, annál nagyobb havoc, olyan káoszt tud eredményezni, ami nem feltétlenül rossz, de nem feltétlenül jó sem, főleg egy ilyen instabil társadalmi állapotban, mint ami most van. És szerintem az, hogy radikális álláspontok próbálják a normális emberek egyébként többségét, tehát hogy azért az emberek többsége nem a rendkívüli szélsőségeknek a pártján áll, hanem full normális ember, akivel tudsz normálisan beszélgetni, hogyha megkéred valamire, hogy segítsen, segít, hogyha, tehát érted, normális emberek azért. Nyilván ebben is van egy spektrum, de nem a legtöbb ember, nem egy faszkalap. És hogyha valamilyen tök szélsőséges nézőpont próbál magának próbálja a túlnyomó tömeget meggyőzni a saját igazáról, szerintem az akármelyik pólust nézed, hogyha piros, ha kék, ha bal, ha jobb, hogyha, mit tudom én, full patriarchális, full matriarchális, hogyha full hetero, hogyha full buzi, tök mindegy. Hogyha valami ekkora szélsősége bír, és szeretné ezt ilyen radikálisan alakozni, én nem tudom, én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez hogy lehet jó. Nem tudom, nem tudok ezzel azonosulni, de ezt mondjuk már egyszer elmondtam, csak egy más kontextusban, de erről full ugyanezt gondolom. Én nem tudom, én nem szeretnék többet a drag queenekről beszélni, mert
hogy az előbb elmondtam, nem az érintett embereknek kell erről beszélniük, és tök szeretnék látni egy adást tőletek a jövőben, ami meghívtok valakit, aki akár drag queen, akár transznemű ember, és meg fogom hallgatni, és tanulni fogok. Erről egyébként már konzultáltunk egymással, de nem csak egy drag queen vagy transznemű embert kell meghívni, hanem akkor valaki olyan embert is meg kell hívni, aki ezzel azért nem ért egyet, nem azért, mert ilyen létezik, hanem azért, mert mondjuk az ő gyerekét az ő beleegyezése nélkül ennek a prezentálására kiteszik. És szerintem az teljesen ilyet érthető. Ilyet Magyarországon nem találsz. Ilyet Magyarországon még nem találsz, de Magyarország nem az egész világ. Tehát, hogy attól még, hogy itt Magyarországon még nem találsz, smartphone sem találtál, mit tudom én, 15 évvel ezelőtt, csak Amerikában, de azóta már van mindenkinek. Szóval, hogy ebből nem tudsz kiindulni. Hogy mi lesz a jövőben, szerintem a jövőt, különösen most, nagyon nehéz kiszámítani. Oké. Nem akarom, hogy óvodásoknak, drag queenek adjanak elő, persze, ez egy nagyon eltúzott példa, ugyanakkor az teljesen rendben van, hogyha mondjuk bemegy egy lelkész, vagy akárki ott együtt imádkozni, meg imádkozásra sarkalni a gyerekeket, az rendben van. Magyarországon alapból a szexuális felvilágosítás iszonyatosan el van maradva. Ez egy teljesen egy külön téma lehetne is. Hát a komplet magyar edukációs helyzet. Igen. Van is epizódunk, most így felhozom. A fogamzásgátlásról van. Abban nem beszélünk erről. Tehát, hogy a szexuális felvilágosítás alapból el van maradva, és mondjuk egy kicsit progresszívebb viszonylathoz képest lehetne beszélni mondjuk az élvezetről, a konszenzusról, arról, hogy történik a szex mondjuk két férfi között, vagy két nő között, mert nem normális dolog, hogy erről nem beszélünk, mert tabusítva van, és mondjuk meleg pornóból kell tanulnia egy gyereknek, mert az meg megint egy teljesen irreális kép. Úgyhogy szerintem van még itt hová fejlődni. Abszolút, de tényleg, tehát hogy itt szerintem azért nehéz ezekről beszélni, mert itt nem a szexuális felvilágosítással van a gond, hanem azzal van a gond, hogy heteroszexuális kontextusban én személy szerint nem tudok olyan példáról, nem láttam még olyan anyagot, ami azt mutatná be, hogy gyakorlatilag egy ilyen kétségbevonhatatlanul szexuális vizualitást és tartalmat leadó előadást látsz alsós gyerekek körében, ami heteroszexuális. Én ilyet nem láttam még soha, és nem tudok ilyenről. Viszont drag queenektől már láttam többet, és ilyen van, és ezzel sajnos tele van a social media egy része. Az, hogy mondjuk egy heteroszexuális nő, vagy férfi, vagy esetleg ketten vetkőznek, aztán azt szimulálják előadási jelleggel, hogy ez egy ilyen kapcsolat történik. Ilyenről én nem tudok, és nem láttam, hogy ilyen történt volna oviba, vagy alsó suliba, vagy suliba. És itt ez a probléma nem az, hogy ő drag queen, hanem az, hogy miért prezentálsz ilyen erős szexuális jellegű tartalmat, ami egyébként meg nem egy ilyen default biológiai tanulmány. Tehát tényleg azzal van a baj, hogy egyszerűen nem mutogatod a faszodat meg a segjukadat alsós gyerekeknek, meg oldásoknak. De milyen drag queen mutogatja a faszát meg a segjukát? Bocsánat! Oké, túloztam, mert nem mutogatja, mert van ott harisnya, meg van egy ilyen kis bőrizé, de tehát most nem ez a lényeg, hogy hanem az erős szexuális tartalom. De ez szerintem nem baj, hogy a gyerekek korán megtanulják, hiszen hány gyerek áldozata van a szexuális támadásoknak. Igen. Tehát szerintem ezt gyerekkorban el kell kezdeni, hogy a gyerek tudja, hogy mi történik vele. Az oké, de hogy akkor nem... ez miért gáz egy heteroszexuális kontextusban, hát és miért nem gáz egy ilyenben? Mert nem tehát, hogy érted? Róla, mert a szex tabu. Én nem tudok ezt hozzá, szóval én még életemben nem voltam drag show-n, de amilyen részleteket láttam belőle online, mondjuk ez egy zenés előadás, ami oké, hogy más az előadó, mint amit megszoktál, de maximum annyit látsz, mint egy fürdőruhában. Az meg a másik, hogy a gyerek elmegy a strandra, ott is ezt látja. Elmegy Spanyolországba a strandra, ott mindenki messzelen. Ha azt nézzük, mondjuk egy ilyen Jézus keresztre feszítésében nem nagyon traumákat ejtett gyerekként. Az első hittanórák, amikor azt mondta a papás, de tényleg én nem tudok ezt hozzászólni. Jó, oké. Számomra egy kicsit tényleg ilyen furcsa ezt látni, tehát hogy
mondjuk a néptánc meg a striptease tánc között egyértelmű különbséget tudok tenni. Az egyik az nem olyan jelleggel szexuális, még hogy tudod, hogy arról is szól, mert tradicionálisan arról szól, de... Tehát nem lenne egyszerűbb nevén nevezni a dolgokat? Mint hogy a néptáncba így kerülgetjük a kását, szimbolizáljuk, hogy jaj, elvesztette a zsebkendőjét. Nem lenne egyszerűbb kimondani, hogy azt már megdugták. Igen. Hát egyszerűbb lenne, ki is mondják időnként, csak nem az oviban, meg nem az alsóban. De szerintem nem lenne baj alsóba se ezt megtenni. Ilyen 11 évesen már találkoznak pornóval a gyerekek. Igen. Szerintem bármikor tudnak találkozni és pornóval. És arról meg már nem beszélünk, hogy ez mekkora károkat tud okozni. Igen, pedig erre ugyanúgy kéne. Igen. Így van. Illetve ami most így a svéd drag queenekről szól, szerintem nem ugyanannyira megy ki az inga, mint amennyire az ellentétes oldalom. De ez meg az én véleményem, hogy ki van emelve egy nagyon-nagyon radikális, és lehet, hogy rossz példa, és fel van fújva iszonyatosan. De, szerintem egyébként azért is hozom fel ezeket a témákat, tehát remélem, hogy nem veszitek ezeket támadásra. Nem. Szerintem ezekről kurva fontos lenne beszélni. Mert pont az a homály, ami van, tehát az, ahogy beszélgetünk róla, és gondolatok jönnek be, igen, ez így van, de hát akkor utána nézek, vagy hogy érted? Uh-huh. Tehát, hogy... De nem ül itt az asztalnál, akivel beszélni kéne róla. Szerintem... Az óvodás viszont... gyerekekre gondolom. Nem az óvodás gyerekekre. Viszont lehet, hogy meghallgatja. És mi ezért vagyunk itt. Jó. Hallgassa meg, jelentkezzen, beszéljünk vele is. meg nézel utána? Jaj, meg mi is, meg ti is, meg mindenki. Nagyon elfogadóak vagytok. Ez baj. Nem. Poliámor és a poligám kapcsolatokról mi a véleményed? Ezt nem írtam fel a jegyzetbe. Egyikbe se vagyok, úgyhogy... Mindketten nagyon heteroszexuális kapcsolatban élünk. És monogámban ráadásul. Neked az egy gyűrűd? Nem. De lehet le kéne vennem, mert már többször gondolták. Hogyha nektek ez működik, mint kapcsolat, hajrá! Én szerintem nekem személy szerint ez... Nem, talán nem olyan a személyiség típusom, vagy illetve nem próbáltam, úgyhogy nem lehetek benne biztos nyilván. Én szerintem egy féltékeny típus vagyok ahhoz, hogy nekem ez működjön. Nyilván ehhez sok ilyen önismereti dolog van ahhoz, amit nekem kell megcsinálnom, hogy esetleg, ha ilyen helyzetben lennék, akkor azt így megpróbáljam. Szerintem ez annyira jó, hogy ezt kimondod. Tök király vagy. Gratulálok. Kurva jó. Tényleg. Most én 4 éve vagyok majdnem együtt a jelenlegi párommal, ami mindkettőnk párját Marcinak hívják, még egy érdekesség. Atya úristen! De akkor ezek milyen szerint másik elmenni? Marci. Másik. Nem ugyanazzal járunk, tudtam már. Nem. Kár, hogy nem vagytok ikrek. Lehetnénk. Az már túlzás lenne. Én nagyon örülök ennek a kapcsolatnak, nekem ez így működik, ez a monogám dolog, nekem van ismerősöm, aki például nyitott kapcsolatban él, és ott azért mondanak példákat, amik nekik működne, és hogyha én beleképzelem magamat abban a helyzetben, akkor nekem azt én tuti kicsapnám ott a balhét. Nyilván ez neki kommunikáció alapú, hogyha ők ezt meg tudják csinálni, ez tök jó az ő kapcsolatuknak, én még nem tartok ott, lehet, hogy nem is szeretnék ott tartani. Sok véleményem nincs erről, megtapasztalatom ezt. Mi Marcival szoktunk azon viccelődni, hogy manapság már felnevelni a gyereket, tényleg egy trapol kell, nem pedig kapol. Trapol? Yes. Ha akarsz nem. Gyereket, ugye? Én ebben egy ilyen... Mert nagyon jelentős kérdés, hogy nagyon sokan a globális felmelegedéstől, meg a gyorsan változó világtól való félelem okán nem akarnak gyereket. Én nem szeretnék... szülni, azt hiszem. Nem szeretnél? Nem, nekem az egy elég idegen gondolat, hogy egy ilyen kis valami ott nődegél a hasamba 9 hónapig, majd egy darab pozíció van, ami ki lehet tolni, úgyhogy ne szakadjon, törjön a dolog. Majd leharapja a mellbimbódat, és 18 év múlva a fejet ez vágja, hogy milyen szar szülő vagy. Hát nekem az annyira nem szimpatikus, vagy nem tudom. De akkor te nem önmagában a szülés... aktusától félsz kizárólagosan, hanem... Neki parazitafóbiája van. Én félek attól, hogy valami a ott a szülői bennem. Szereptől? Attól valójában nem. Én szívesen lennék. És egy örökbefogadás? Az nálam teljesen pakliba van. Nekem ez az én szülöm meg, és így tönkreteszem magamat benne, és az ott minden fáj, és rossz élmény, és szülés utáni depresszió, nekem az nem. Én nekem az örökbefogadás teljesen, aztán nem lesz gyerekem, hát nem lesz gyerekem, lesz kutyám. Én apa szeretnék lenni. Az? Elmegyek reggel dolgozni, este hazajövök, megfürdetem, megyek aludni. Azt mondja, jó van, ügyes vagy, ügyesen, ötös vágjátok a lányt a listával?
TikTokon van egy jelenség, hogy The Girl with the List. Egyszer csinált Csajci videókat arról, hogy ő mindig az iPhone-jában ilyen jegyzete abba írja, hogy milyen pró és konja van az anyasságnak. És talán egy néhány ilyen videót csinál, de így elhíresült, hogy a lánya listával. És ha bárki arról beszél, hogy milyen hátrányai vannak az anyasságnak, amiről senki nem beszél, akkor ott van a kommentekben 5 milliószor, hogy valaki szóljon a lánynak a listával, hogy ezt fel kell írni. Igen, szerintem az anyasság az nagyon nincs úgy, az nagyon jól van marketingelve. Abszolút. És nem beszélünk a valóságáról, akár a fizikai, testi valóságáról, vagy az érzelmi valóságáról. Én még nem tudom, hogy szeretnék-e anya lenni. Én most még, ha egy gyerekkel találkozom, nagyon élvezem, nagyon szeretem a kisgyerekeket a családban, még nagyon lelkes vagyok, és nagyon örülök, hogy vissza tudom adni valakinek. Ha ez megváltozik, akkor majd lehet, hogy lesz nekem is, de nincsen erre válaszom. Hát szerintem nálunk már nincs ez a nagyon rohanás, mint mondjuk akár a szüleink idejében, vagy ezelőtt, hogy igazából, hogyha arra gondolsz, hogy nem lesz gyereked, már az egy ilyen elvetendő gondolat. Hogyha mi úgy döntünk, hogy nem lesz, akkor lehet, hogy lesz egy kis judgment, de hogy valójában ez már nem egy akkora probléma. Ti amúgy mennyi idősek vagytok? Én 25 vagyok. Én 27 leszek nem sokára. Attól nem féltek, hogy manapság, pláne Magyarországon, ahol minél több gyerekre van szükség, szüljél, asszony. Már megyünk is csinálni, ha háromat. Nem kaptál kedvet hozzá? Bababáró. Unokát egyből. Szóval, hogy itt nem fogják ezt ilyen nagyon kellemesen fogadni, az ilyen megnyilvánulásokat? Nem itthon élek. Kérem, szarja le amúgy. Neki könnyű. És neked? Nem tudom. Aki számít, azzal egyformán gondolkodunk. Mm-hmm. Aki nem számít, ezt megleszerom. Szerintem, ez mondjuk személyes példa, talán szülőknek nehéz lenne elmagyarázni, mert például tudom, hogy az én anyukám nagyon szeretne unokázni. Ezt én már mondtam neki párszor, hogy hát nálam ez nem mostanában fog előfordulni, és teljesen elfogadó, de hát azért gyűjtögeti szépen a gyerekkönyveket, meg a gyerekruhákat nagyon aranyosan, meg ezeket szereti olvasgatni, meg néha azért így elejt egy-egy megjegyzést. Úgyhogy például nálam néha feljön ez a bűntudat, hogy jaj, hogy mi lesz, hogyha az anyukám nem tud foglalkozni. Mert hogyha mondjuk én gyereket szeretnék, én szeretném, hogy olyan korban legyen meg, hogy a szüleim tudják azért, nem tudom, le tudjam passzolni nekik, hogyha nekem kell egy kis idő. És nekem ez mondjuk talán bűntudat a szüleim felé, hogy nem adom meg nekik az unoka örömet, úgymond, hogyha én végül is úgy döntök, hogy nem akarok gyereket vállalni. De szerintem egyébként az örökbefogadás, tehát, hogy jó, oké, világos, hogy ennek mi az ilyen konzervatív biológiai folyamata, de az, hogyha te örökbe fogadsz egy gyermeket, és az a te gyermeked lesz, az nekik ugyanolyan unokájuk. Mi a persze csak. Én nem biztos, hogy örökbe akarok fogadni. Jó, oké, világos. Tehát, hogyha meg nem, tehát az a te döntésed, szóval, hogy ja. Persze, csak hát nyilván ennek megvan az oldala is, amit igen. Így, tehát ezen át kell menni. Nekem ez egy tök nagy nehézséget okoz. Ezt neked nem is mondtam még soha. Hogy... hogy ez, hogy mi soha nem fogjuk megtapasztalni azt, hogy milyen szülni, és hogy milyen mondjuk a menstruáció, vagy hogy milyen a menopauza. Cserénk? Bármikor. Wait for it. Hogy nekem ez egy tök... Én úgy érzem, hogy ez az egyik frusztráció forrásom a gyerek témában. Hogy nem... Tudom, hogy nem tudom megosztani igazán azt a vállalást a párommal, amit egy gyerek jelent. És nekem ez tök nagy frusztráció, hogy azon kívül, hogyha megszületik, aztán föl kell nevelni, érted? Mi a fasz mondok neki? De az is nagyon nagy frusztráció, de tényleg ezek az ilyen technikai dolgok. Túl agyalod. Tudom, hogy túl agyalom, de azért basszus most szerintem normális ebbe belegondolni. Miért nem gondol ebbe bele mindenki? Jó, és mit érünk el vele? Az, hogy legyünk ilyen frusztráltak, mint te? Nem, azt éred el vele, hogy, nem jó. Hogy én azt érem el vele legalábbis, hogy amikor ránézek a csajomra, akkor ezt mind látom benne, hogy
Ezeket én nem tudnám megcsinálni. Az empatikus oldala az ezek nélkül, a gondolatok nélkül is szerintem teljességgel működhet. Világos. Nem követelem, hogy ez legyen így, csak nekem ezt eredményezi a gyakorlatban. Biztos hát tudsz kompenzálni máshol, más téren. Persze. Szerintem tök jók ezek a gondolatok, hogy motivációt adjanak, hogy más egy vett kerészedet, akár a gyereknevelésben, akár a láthatatlan munkában. Ijesztő szó. Igen. Úgyhogy szerintem én még mindig úgy gondolom, hogy jobb, ha valaki ezen sokat töpreng, mintha egyáltalán nem. És nem arra gondolok, aki mondjuk úgy van vele, hogy csak szeretni kell, és szívből kell nekiállni, hanem most fognak cancelálni. De hogy így látsz olyan gyerekeket, meg olyan családokat az utcán, aki ilyen csokos gyerek. Tehát, hogy látom, hogy ők nem gondolkodtak ezeken azért, mielőtt gyereket csináltak volna. Aki a boltban, a sorban eles közben iszonyat idegesen ordít a gyerekével, látod, hogy ő nem stresszelt ezen, hogy hogyan fog egy értelmes, jól szituált embert felnevelni. Biztos vagyok benne, hogy de azért a gyerek tud olyan helyzetbe hozni téged, hogy azért ott elveszted a minden tűrők. Én emlékszem, hogy anyukámat hoztam olyan helyzetbe, hogy mint klinikai pszichológus, vagy hát azért. Nem működött a gentle parenting? Hú, hát gyerek. Tehát szerintem nyilván vannak olyan szülők, akiket te mondasz, hogy abszolút csak azért csinálják, hogy legyen pénz, legyen babaváró, fizessenek neki gyerektartást, vagy hogy csak azért, hogy terrorizálják a gyereket, hogy játékszernek használják. Én szakmából sajnos adódólag, meg szüleim által én ismerek ilyet is. De hát van olyan helyzet, amikor te nagyon szereted azt a gyereket, de azért ki tud hozni a sodrodból. Hát emberek vagyunk végül is, tehát... Ez nem kérdés, nyilván. Hú, ezt nem is tudom, hogy hogyan fogjuk tudni ezt nem kiválni. Közepébe, hajrá. Locsoljad. Nagyon sokszor, amikor megyek az utcán, és látok szülőket, hát így hirtelen nem akarok ítélkezni, de mondjuk alkoholista, vagy drogsz, vagy valami szerhasználónak a gyereke, és cibálják, és nem tudom, akkor azon tűnődöm, hogy basszus, nem kellene valami határt szabni a társadalomnak arra nézvést, hogy ki adhat életet? Hogy milyen figyelj, egy kutyával nem vagyunk képesek normálisan bánni, akkor egy gyerekkel mi a francot akarunk csinálni? Milyen utó nemzedék lesz, hogyha ezek az emberek... szaporodnak ész nélkül, mert aztán tényleg ész nélkül szaporodnak, és basszus, olyan családok jönnek vele szembe, hogy egyszerűen nem tudom fölfogni, hogy miért nincs bármiféle kontroll. Tehát én nem kasztrálni akarom, de azért valami megoldás szerintem én ezzel egyetértek. Én gondolom, hogy kellene valamit csinálni. Én ezzel egyetértek, mert ez olyan, mint a kutya, hogy ennek privilégiumnak kéne lennie az állattartásnak, vagy a gyerektartásnak is, nem jognak sajnos, pedig az, és hát igen. Tehát ezek a gyerekek legtöbbször bekerülnek mondjuk a rendszerbe, ami nem jó nekik, az ilyen gyermekotthonokba, ahol szintén elkallódik, aztán lesz neked egy csomó fiatal gyerek, aki nem fejeztem én meg a középiskola 18 éves korára, de mondjuk kirakják a rendszerből, semmi pénz, meg semmi háttér nélkül, aztán hajrá, ez a jó eset, a rossz esetben felnő ebben a családban, és ugyanolyan lesz, mint a szülő. Igen. Borzasztó, és hát nyilván ezért nekik nincs meg ez a háttérinfó, hogy akkor nem tudom, ne csinálj esetleg gyereket, vagy sokszor a fogamzásgátlás fogalma sincs így a fejükben. És akkor ez így megy tovább. De nem lehetne, mondjuk ez hülyeség nyilvánvalóan, az is szerintem, hogy jó, nem biztos, hogy hülyeség, el lehet rajta polemizálni, hogy mondjuk a választójogot egy bizonyos intellektushoz kötni, de a gyerekvállalást is valahogy meg lehetne valami kritérium szerint állapítani, hogy kinek lehet, vagy ki nem. Szerintem nem kell tiltani, vagy engedélyezni a gyermekvállalást. Szerintem egy átfogó szexuális felvilágosítás, szexuális nevelés könnyen hozzáférhető, olcsó vagy ingyenes fogamzásgátlás, megtörténik a legrosszabb, akkor egy... Most arról van szó, hogy már meg akarják szüntetni, vagy tabumentesen elérhető abortusz. A hát teljessége szembe megyünk ezekkel a folyamatokkal. Ez nyilvánvalóan a jelenlegi narratívának a szöges ellentéte. Persze. Meg hát, hogyha az emberek nem mély szegénységben élnek, az megint más. Nyilvánvalóan nagyon sokszor felvetődik az edukáció minden szinten kurvára fontos. De azt azért nem látom, hogy ezek az emberek azok hogyan lennének fogékonyak bármiféle információra, amikor szerintem egy
Vukkot nem olvastak el, vagy néztek meg életükben. De ezt is lehet változtatni nyilván, jó edukációs rendszerrel, olyan programokkal, amik ezeket a csoportokat célozzák meg. Politikai segítséggel, akarattal. Én úgy érzem, hogy jó rendszerrel. Most olyan dolgokra beszélünk, amit nálunk okosabbak már kitaláltak, meg már megvan a know-how, meg a jó gyakorlat. Hol? Mire? Arra, hogy... Hát nem, nyugatra. Ez az ilyen szörnyű kijelentés. Hát... Szerintem az egy egyértelműen utána nézhető, utána olvasható egy Google kereséssel, hogy hogyan lehet ténylegesen csökkenteni az abortuszok számát. Persze. És nem az abortusz hozzáférésének a korlátozásával. Ja. Ilyenre gondolok. Csak nincs meg az akarat, hogy politikai akarat, hogy ez megvalósuljon. Hát igen. Ezután most felesleges erről beszélni igazán. Jó, akkor meg szervusztok, és menjetek sokasodjatok. Csináljatok sok jó magyar gyereket, hogy benépesítsük a Kárpát-medencét. Előtte még szavazzatok azért. Szavazzatok de tudjátok ugye kire, urunk teremtőnkre. Figyú, egy dolgot nem tudunk elmulasztani. Na. Jaj. Kérlek, próbáljátok meg megfogalmazni, hogy szerintetek, illetve számotokra mi a boldogság? Úristen. Go for it. Boldogság. Gyerek nevelés. Hagyjuk, főzzek a férjem. Amúgy képzeld, de én nagyon szeretek főzni. Jó, már én nem. Néha úgy érzem, hogy az vagyok. Olyan kajákat kapok Robinál, hogy összeszarom magam. Nagyon durva. Miért nem főzte nekünk? Én már kezdek éhes lenni. Fantasztikusan félreértettétek volna. Jaj, persze, hogy éppen minisztek mi. Viszont kérdéshez. Nincsen menekvés. Basszus. Nekem talán egy ilyen egyensúlyi állapot, amikor így az életemben így minden egyensúlyban van, nem csak én, hanem a körülöttem lévő emberek is jól érzik magukat. Nekem fontos, hogy így a családom meg a barátaim is jól érezzék magukat. Rám azért nagyon ki tudhatni, hogyha valami olyan történik baráti körben, vagy akár családban, ami egy negatívabb periódus, legyen betegség, halál, nem tudom, munkávesztés, bármi. Úgyhogy talán nekem a boldogság az, hogyha a körülöttem jól érzik magukat, mert én azokat az energiákat át tudom venni, és én attól jobb lesz, vagy jobban fogom érezni magamat, attól függetlenül, hogy mondjuk én esetleg nem vagyok a legjobb életszakaszomban, mert valahogy ez engem így motivál, hogy majd ezen is túl leszünk. Szabadnak érzem magad? Igen, most jelenleg igen. Mi az, amitől félsz? Van olyan dolog, amitől nagyon félsz? Félek attól, hogy mondjuk nem tudom, esetleg nem tudok egyedül megállni a lábamon. Ami nem így van, mert ezt már bizonyítottam magamnak sokszor, de például most, hogy így egy jó ideje kapcsolatban vagyok, és azért nyilván egy kapcsolatban nem teljesen egyedül csinálod a dolgokat, attól így félek, hogy mondjuk elém jön valami olyan élethelyzet, amit nem tudok egyedül megoldani. Illetve félek még mondjuk családtagok elvesztésétől. Tehát az ilyen halál dolgoktól, igen. És mit csinálnál, hogyha tudnád, hogy 3 perc múlva vége az egész világnak? Mi lenne az? Az igazából nem zavarna. Csak azért nem zavarna, mert tudom, hogy akkor nem csak nekem van vége, hanem mindenki másnak is vége van. És mit csinálnál az utolsó 3 percben? Valószínűleg nyugodtan ülném azt a 3 percet, és meginnám ezt a fröccsöt, teljes békességben, tudván, hogy ez így alakult. Ez van. Néha el kell engedni azokat a dolgokat, amik nincsenek a te kontrollodban, hogy egy jó ilyen balanszot érjél az életedben. Nyilván ez nehéz, de azért én próbálok erre törekedni a mindennapjaimban. Milyen szépen fogalmaztam. De a halál is ilyen. Nyilván, csak azért az... Igen. Azért az kicsit meg is ijesztőbb. Boldogság. Mi a boldogság? Hát ezt egy életen át lehet fogalmazgatni, nem? Segítem. Szóval ezt egy életen át lehet megfogalmazgatni talán. A pszichológiai biztonság, önkiteljesítés, önmegvalósítás, az, hogy az sem, amit szeretnék, és elvezem, és el vagyok. Valami ilyesmi.
Velem podcastolni. Veled podcastolni, igen. Szóval is mondtam. Igen. Valami ilyesmi. Te magabiztos vagy, vagy insecure embernek érzed magad? Most ezt a podcastodás, ez alapján mondd meg, légy szíves. Én egy roppant szorongó ember vagyok. Nem tudsz fel, hogy ötször rámondta, hogy nem készültem. De én tudom, csak szerettem volna, tehát hogy érted, ki, mint egy ilyen kis marcipán. Kell egy jó kis soundbite, tudod, amit ki lehet emelni. És szerinted meg tudnád határozni a legnagyobb félelmed? Nem, minden nap valami új. Tudod, hogy mi az epicentrum a te szorongásodnak? Hogy nem vagyok elég. Nem tudom, beszélni. Nem úgy értem. De őnek hát, ez a válasza. Nem úgy értem, mi a manifestációja, hanem hogy tudod-e, hogy mi okozza hát a szorongást? Hát erre ez válaszolt. A félelem, hogy nem vagyok elég. De honnan jön ez a félelem? Mi generálja? Nem tudom, ha te tudod, akkor szólj. Én nem tudom, csak kérdezem, hogy te tudod-e. Én ezt majd egy szakemberrel megbeszélem. Jó, oké. Okay. Kérem, beszéljük meg. Haragszol, hogy ezt megkérdeztem? Dehogy haragszom. Jó, okay. Sajnálom, hogy nem tudok jobb választ. Jó, nem, ez jó válasz. Csak érdekel, de kurva kíváncsi voltam. Hogyha elköltözne egy országba most, melyik lenne az? Most Spanyolországba költöznék. Why? Látom a jó példát. Volt, alapból nagyon szeretem Spanyolországot, már korábban is voltam, és már voltam Esztert is meglátogatni, és nagyon tetszett, ahogy az emberek az utcán járnak, az, hogy jól öltöznek, hogy mosolyognak, tetszik a fiesta és a siesta gondolata is. Aztán az, hogy a valóságban ez milyen, az lehet, hogy teljesen más, nem gondolom, hogy bárhol, hogy kolbászból lenne a kerítés, de ott azt kipróbálnám egy ilyen mediterrán világot. Mit szólnátok, hogyha, nem tudom, egy kb. Egy év múlva találkoznánk megint, és dumálnánk megint, mi történt? Simán. Örömmel. Léci, találkozunk egy év múlva. Igen, de amúgy igen. Sajnálom, hogy még a mindenség itt megy, és a Nem azért, de podcast is. Igen. Induljunk ki ebből. Hogy nem leszünk cancelálva az epizód után. Meg hogy lesz áram, meg internet. Szerintem ettől nem kell félni. Spanyolországon mindig lesz, reméljük. Ott a link. Napenergia. Oh, jeez. Ottani. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. Szuper beszélgetés volt, köszönjük szépen. Nektek is. Drágáink, ti meg nézzétek ezt is itt, meg csekkoljátok a Nem azért, de podcast Spotify. És még hol vagytok? Mindenhol. A Nem azért, de podcastet mindenhol. Kivéve YouTube-on egyébként. De egyéb iránt meg vigyázzatok magatokra és egymásra, és szeressétek egymást. Sziasztok! Csó! Sziasztok! Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft. Számítógépes infrastruktúránkat a We Love Apple biztosítja számunkra.